It's brand new. It's brand new. Tolmú 13 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, a hét utolsó munkanapja. Mit van? Srácok, hát ugye Halloween lesz, és arra gondoltunk, hogy ma földobunk ránk egy kis maszkocskát. Az elkövetkezendő másfél-két órában találtam az interneten egy nagyon jó kis házilag is elkészíthető sztorit. Nagyon jól néz ki, teljesen idegbeteg, elmebeteg és irgalmatlan ijesztő dolog, és ehhez kaptam még kiegészítésképpen egy kis kontaktlencse szettet. Sárga? Igen, tehát úgy fog gyakorlatilag kinézni, mint egy dühkóros. Figyelj, rá a kalapba, hogy te ezt bevállaltad. 28 nappal későbben. Az tényleg. A volt már kontaktlencse a szemedben? Nem, de szákomá, igen. Akkor ugyanaz. Százas szög. Ugyanaz. De jobban láttál tőle. Igen. Hát sose felejtem, mert 17 éves vagy 16 éves voltam, amikor kitaláltam, hogy eljött az idő, hogy én a szemüveget, hogy gyűlölöm. Egyébként nem, azóta már nem van, de akkor így volt bennem egy ilyen, hogy hát, ha kipróbálom a kontaktlencsét, és akkor még ugye kétfajta van a lágy, meg van a kemény kontaktlencse, de akkor még csak a kemény volt, vagy legalábbis én ahhoz az én szememre csak olyan lehetett csinálni. Hát gyerekek, azt a szenvedést te azt nem tud elképzelni. Borzasztó volt? Borzasztó volt. Azok, mert azok hát még nem voltak ilyen jó minőségűek, ma már nagyon jók vannak, a puhákból, meg azt egyszerűen észre se veszed. Beteszed, már ott maga az van, hogy ugye az egyik kezeddel, a bal kezeddel fölfelé húzod a személy, az jobban lefelé, és ide fölteszed a mutató ujjadra a lencsét, és közeledik egy rettenetes méretű új a szemgolyódhoz, amin van valami, van egy ilyen kék. Egy ilyen kék színű sztori, és akkor egyszer csak így rápattintod a kis lencsécskét, majd egy teljes órán keresztül ülsz könnyezve. És nem érted, igen. És ne pislogsz, mint az állat, úristen, valami belement a szemedbe, és semmit nem látsz. Na hát ez volt körülbelül. De jó. Itt abban de is biztató. Egyelőre. Nem, ezek már jók. Ez, amit te kaptál, ez pedig ilyen nagyon-nagyon vékony anyagból van, ezt észre se fogod venni, de úgy lesz, hogy a jobb szemedbe a balás fogja betenni a balba. Jó, ez jó mindenképpen. Mindenképpen jól hangzik. Így van. A teruntilan az oké, Balázs meg nagyon bízom. Nem, ő nyelvvel fogja felnyalni. Nem, térdel fogja betolni. Úgyhogy ez jó lesz. És milyen a maszk? Hogy fogsz kinézni? Hát elég jó gyakorlatilag, hogy, mint hogyha szétnyílt volna az arcom. Baltával vagy? Nem, hanem kicsit durvában cipzára. Jó, mintha lenne rajta. Persze, tehát, hogy ez egy nagyon bizarr kis történet. És ugye, a folyadék az miért van? Az azért van, hogy ha hátra csúszna a lencse a szemed mögé, akkor nagy nyomással azt belespricceljük, és a másik oldalon kijön. Na, elnézve. Szerinted ez hihető? A nedves, az műkönny, nedvesítés, aha, hogyha elkezdenek kiszáradni a dolog. Na most ugye az van. Abban van, az egy folyadék, hogy ne száradjon ki. Most azért érdekes a dolog, mert így sminkelés előtt szoktuk föltenni a kontaktlencsét, ugye, mert utána, ahogy húzod a szemhéjadat, akkor szét fog mosódni a smink. Tehát te itt fogsz ülni 2 órát sárga szemmel, és kifolyik közben a szemed. Még mindig akarod? Jó, szokjátok a fertőzött látványomhoz. Ja, és vörös lesz. A vasárnap estére így fog lüktetni a kép. Csupa jó hír. Mit akarsz még hallani a kontaktlencsét? Nem, egyébként nem szörnyű, aki szeretne magának, mert kényelmi szempontból vagy hiúsági szempontból nyugodtan most már jók vannak. Aki bírja. Én gondolkoztam rajta így most is, de én már mesztelenül érzem magam szemüveg nélkül. Nagyon vicces. De egyébként jól is áll. Nem, mert így szoktál. Na jó, nem, de hogy egyébként megszokta az ember. Nagyon kedves, hogy ezt így bedobtad így. Egy kedvenc főszerkesztőnk bent a televízióban, szintén szemüveges, és amikor ő leveszi a szemüvegét, akkor mindenki így, ki ez az ember? Tehát, hogy annyira megszoktuk már, hogy ott van a fején a szemüveg, és nálad is egyébként. És szerintem a szemizmaid is hozzászoktak, nem? Akkor mindig olyan vaksinak tűnnek a szemüvegesek, amikor leveszi a szemüveget. Ez lehet az oka. Egyébként igen. Ez lehet az oka. De ami sokkal rosszabb egyébként, az, hogy úgy érzed, hogy nincs rajtad valami ruha. Hiányérzeted? Igen.
Én úgy búvárkodás közben szoktam néha használni a kontaktlencsét, ott ugye nyilván nem ott egyébként is fürdőgatyában állsz, de hogy annak idén egyszer-egyszer kipróbáltam, és hogy mész valahova, és hogy biztos nincs rajtam valami, így nézed magad, aztán tök egyszerű, csak a szemüveg nincs. Hogy nem egy nagy durranás. Valahogy érdekesleg, amikor az ember így hozzászokik valamihez, ami a testének, az életének a része, és aztán így hirtelen így vagy időszakosan tűnik el, vagy pedig teljesen eltűnik az életéből. Én ugyanígy voltam a hosszú hajammal annak idején, amikor ugye éveken keresztül mindig hátranyúltam, hajgumi, cof. És akkor letolattam a hajamat, mert már vagy hívják, kezdett igénytelenné válni, akkor utána még hónapokig mindig nyúlkáltam hátra. Igazítod a cofomat. Hogy megigazítsam a cofomat, és akkor hello, hol? Meg olyan szellős a hajad, nem? Igen. Ugye olyan furán érzed magad, tudom. Én nem tudom, gyerekek, lehet, hogy bennem van a hiba, vagy túlságosan kritikus vagyok, vagy nem tudom. Megnézzünk egy ilyen turbó nevezetű. Ah, igen. Aha. Most egy menő kis filmecske. Nem az? Ez nem volt egy rossz blöff, de nem az. Azért kérdeztem, hogy nem az a traktorok. Nem, a Verdáknak van egy új verzió. Képzeld, hogy nem. Arról szól, hogy egy csiga. Ja, turbocsiga, azt is ismer. Csiga elindul az Indianapolis 500-on. De hogy így, tehát hogy régen a mesék valahogy azért úgy, mit tudom, egy oroszlán király, vagy egy Shrek, vagy ezek a nagy, még egy Madagaszkár is, vagy egy jégkorszak, Toy Story, még azért azok valahogy úgy szóltak valamiről, vagy volt történetük. A csiga benevez az Indy 500-ra, beszél a csiga, elmennek egy kis lakókocsival az Indy 500-ra, és megnyeri az Indy 500-at egy csiga. Uh-huh. És szóval hát... én tudom, hogy mese, meg tudom, hogy tök jó, de hogy régen valahogy úgy tényleg eleje, közepe, vége, katarzis, régen voltak ezek a nagy mesék, tudod, ezek a nagy egész estét átívelő ilyen váldizőnk, mit tudom én, Pocahontas, hát ezerfél. Igen. Hogy azért hamupipőként jól megtartod rongyokban is, tehát hogy akkor ott szóval, lehet, hogy sejteli, hogy egész brutál jó, hang, egész jó lesz, hogyha... összetojod magad, amikor zöldre vált a lámpa, és elmegy melletted 3000 ilyen formaautó, vagy nem tudom, mik mennek az Indy 500-ba, tudod, elmondja, hogy V8 mekkora köcsönti, de olyan bugyuta, és annyira nem szól semmiről, hogy az valami megdöbbentő. De jön a csiga. És nyer a csiga. Egy csiga. És tudom, hogy ez egy mese. Ez arra tanít, hogy higgy az álmodban. Konkrétan ezt mondja, hogy nem lehet elég kicsi az álmodó, és nem lehet elég nagy az álom, valami, ez a konklúziója a mesének. A gyereken sem láttam azt az extatikus örömöt. Egyébként jó volt, beült, patogott, kukoricáztunk, megnéztük, helyes volt, csak valahogy a mai mesék már nem tudom. Lehet, hogy rosszra ültünk persze, és van jó. Hát valahol megnéztem valami. Lehet, hogy voltak megfelelő szponzora és befizették. Hát annak idején, érted, Zsoltinak sem mondott nemet Bernie Ecclestone, tehát hogy igen, ne hozzon pénzt a formáját. Valahogy nem értettem a sztorit, mert valahogy rájönnek, hogy ez a csiga gyors. De hogy nem, tehát hogy tök jó a látvány, aha, brutál hangtechnika, a gyerekek összepisilik magukat, mert tényleg te is összetoljod magad, annyira hangos, meg annyira kemény. A történet nem viszont semmi. De miért nem? A pont a Jani jó mondta, ott vannak az álmok, hogy egyszer megnyerd az Indy 500-at. Uh-huh. Igen, de ez picit olyan, tudod, hogy és hát, akkor csináljuk egy olyan filmet, amiben én 43 évesen a 165 centimmel majd erőcsatár leszek az NBA-be, és majd egy bajnoki gyűrűt húznak föl a végén, hogyha is az utolsó meccsen fog győzni majd, hogy jöjjön a Boston Celtics ellen, vagy én nem tudom. Tehát, hogy így érted, ki hiszi már el? Jó, ne hülyeséget álmodtam. Tehát, hogy igen, hogy a gyerek az kicsi, nem hülye, szokták mondani. Igen, na, ez hiányzik, hogy voltak régen tanulságok, hogy volt egy történet, hogy izgultál a történetért, hogy tudtad, hogy az oroszlán királyban a kis oroszlán, a Szimba, vagy a mit tudom én, a Disneyben az Aladdin, és hát tudod, szóval, hogy ezek valamiről szóltak. És egy tuzott számra löki ki ezeket a meséket, és a gyerek így nézte, jött, ment, evett, járkált ott a székek között, tudod, de úgy nem az volt, hogy fú, mekkora. Mennyiről maradtál le az elején? Hát egy 20 percről közben, később értem oda. Na lehet, hogy ott minden magyarázat megvan. lehet, hogy valami ember, aki elvarázsolt egy másik ember, csigává varázsolta. Anyai ágon volt egy gepárd is egyébként. Igen, valahol volt egy gepárd, és a csiga úgy ment körbe-körbe, hogy fénycsíkot húzott maga után a pályán. És minden autós őt akarta elütni, meg fölnyomni a falra. Fénycsíkot? Egy fénycsíkot. Az egy nyálkod. Hát egy ilyen fluoreszkáló nyálcsík, akkor így. Na. Korán reggel a nyálkaszó mindig ilyen hatással van, nem, bocsánat. Sosem mondtak többet. Jó. Köszi, Bali, hogy lelőtted a végét, egy világ omlott össze. Nem lőtt vele. Nem lövöm le, hogy a csiga megnyeri a végén. Ezt mindenki tudja, hogy egy ilyen filmben megnyeri. Egyébként így teljesen egyetlenül, hogy a csiga megnyeri. Kettő, nem fogjátok halára izgulni magatokat, mert annyira klisés, hogy...
Na mindegy, csak úgy... Nem, hinni kell az álmokba. Én annyira bízom benne, hogy valamikor majd a Feriről is készül majd egy film, amiben ő lesz a Limbo király. Balázs, lekésted a mese elejét, ahol a lényeg ott van, mitől lett gyors. Nézd meg az elejét, és megérted a mesét, így Robi. Na tessék, ha most mi vagyunk az alkotók. Most ti se tudjátok, igen? Én se tudom, én lemaradtam, ti nem láttátok. Van egy csiga, mire belépsz a moziba, ez a csiga ráver mindenkire. Mitől lesz gyors olyan egy csiga, tessék? Mit találtak ki az alkotók? Ki tudunk-e most egy perc alatt jobbat találni, vagy amitől a csiga gyors lett, az jobb, jó? Na, nézzük meg. Figyelj, nem jobb, csak... jobb-e a fantáziánk? Na, oké, meg. Öt csiga van. És abból az egyik gyors, a másik négy kíséri a versenyre. Ez a sztori. Öt receptet nem tudok, egyet nem, igen. Négy, mondjuk mitől lett csak az egy gyors, a többi nem gyors, a többi csak irigykedik, és ő a csapat. Kereket cserélnek neki, fölfújják vízzel, ilyenek történnek. Nem csak eszi, hanem szívja is a füvet. Valami gyerekbarátabb, igen. Ja, kárítószerben valami gyerekbarátabb. Négy évesnek. Tessék, Feri, mitől lesz gyors a csiga? Hát fogalmam nincs, nem tudom, mitől lehet gyors. Nem tudnánk mesefilmet csinálni, mert egy ilyen fantáziában. Azt mondja, hogy nagyon kultúrát, hogy a pálya végén van a célnál a budi, érted, és nagyon kell neki tolni. Nem lesz egy gyors, csak sietni akarsz. A hazafelé a parti, néha ez is nem érdekes. Jani, légy szíves, legyél már gyerekbarátabb, mégis csak fél hét van. Na, egy partiról hazafelé, beszpídezni. Igen, egy üveg viszkivel, két üveg konyakkal, egy csiga elindult haza, egy spangival a szájába. De jó mese, de jó, hogy nem láttam, viszont a Benny beült rá a vikivel, mert ők látták. Szóval, hogy ennyi a fantáziánk. Ugye, hogy mégsem olyan rossz mese az érez, hogy ők megálmodták? Valaki írja már, hogy mitől gyors a csiga. Mit? Ankor doping lehet. Kokszol a csiga? Biztos. Jó, ha valaki látta, írja már meg az első 20 percet. Varázslat biztos. Valami varázslat. Mindérke elrepült fölött, és a itt én repülőpor kiömlött. A 6.37-es végül az írja meg nekünk, Robi. Jó, hogy már mitől egy gyors a csiga? Legalább ne feküdjek le úgy ma, hogy nem értem a mesét, mert tegnap egész éjszaka zakatold az agyam, hogy nyilván, hogy nem kijöttem a mozgó, és ezen kattok, mitől lett gyors ez a csiga? Elton John számokat hallgattatnak arra, hogy még nyálasabb legyen, vagy ilyesmi. Van egy ilyen rész, amikor beáll a depóba, igen, szájába nyomnak egy üveget, itatják, lekenik az alját csikosítóval, és egy a csigának a száját. A csigának az ajzószervét, vagy ezt az alját, és fülest tesznek rá, hogy hallgasson zenét, és relaxáljon, amíg a többi autónak kereket cserélnek, addig vele így depózhat. Én ezt a csiga szájvonalat is nagyon szeretem, mert az is egy picit azért hajlamos összezavarni a gyereket, nem? Még a rendező meg a forrakat, hogy össze, és na, és akkor ott futnak, és nem futnak, tudod, biológia. Jönnek a megoldások. Nem egy más, sugárfertőzött volt a csiga, fukushimai csiga, nitro vazelin. A nitro az nagyon rend. Na, mi van, alakulsz? Alakulok. Feri nagyon készséges volt, segített berakni a kontaktlencséket, csak kétszer ejtette le a kőre. A WC-be. Ott rögtön ilyen a WC-be, tehát... Mondtam, köszi fel. Jó, de persze, egyszer nem szállít. Hopp, megint lem van. Nem, mert elmagyaráztam, hogy kell betenni, és hát a félt a Jani a saját ujját, mondom, ad ide, majd én megcsinálom. Az első, majd a gyönyör, bácsi segít. Majd a bácsi segít, hiszen rutinja van benne. 15 évvel ezelőtt már gyakorolt egyszer, az elsőt simán bepatintottam, és a jobb szemébe viszont valahogy nem tudtam az ívet megfogni, és kétszer a lencse lent landolt a hát nem tudom milyen padlón, de aztán lemostuk. És az a jó, hogy a másodiknál már éreztem, hogy felé már nagyon menne ki cigizni. Úgy takarítgatta le, hogy ha habkövet talál, akkor azon is végigmegy rajta gyorsan. De jó, jól nézel ki nagyon, már most bírja a szemed egészséget. A dühkor, aha, megszokta. Így megy haza szerintem. Miért van egy cipzár a fejeden? Olyan lesz, mint hogy a széthúztam volna a fejemen a bőrt. Egy cipzár segítségével alul a cipzár alatt hús lesz, egy nyíltsebb, fölül pedig teljesen normális. Ha valaki nem tudná, akkor egy maszk készül Jánosnak. És utána mész megkéregetni? Nem, azért a balsebre megyek ide. Ilyenkor az amcsi gyerekek cukrot meg csokit kapnak. Járják az utcát, igen, meg a házakat. Jó, majd elmesélem. Jó, megnézzük akkor, ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz.
Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok, fiúk! Balázs Feri, Jani. Szia! Hello! Szia. Honnan hívsz minket? Én jelenleg Csömörön vagyok. Csömörön dolgozom. Csömörön dolgozol, mit csinálsz? Gépkocsi vezető vagyok, sofőr. És Gyuszi, ugye? Így van, igen. Gyuszi, kivel szeretnél játszani? Hát megpróbálnám a Ferit. Megpróbálnád a Ferit? Nagyon jó. Mármint a játékban, persze. Ezt mondjuk kedves tűnt. Mi is erre gondoltunk. Nem is gondolok többet ebbe a reggeli 7 órába. Oké. Mehetünk? Mehetünk, persze, próbáljuk. Hajrá, Feri. És túl, és van, és fire. Gyuszi, azt mondtad, hogy Csömörön dolgozol, ugye? Így van, Feri, jól értetted, itt dolgozom. Ott is, igen? Ott is laksz? Bele is mutattam. Szép. Pedig olyan szépen lendületesen kezdte. Esélyes, keresd meg a gombot, ráérünk. Szép ott, Feri! Gyuszi, hát Gyuszi. Ez gyors volt, nem igen? Nem nekem köszönhetjük a pontot, hanem neked. Ezzel tisztában vagyok. Pedig én amikor meghallottam a hangodat, meg hogy milyen megabiztossággal, meg elánnal tolod itt a dumát, én azt hittem, hogy ez végig fog menni. Egy kemény csata lesz. Próbáltam higgadt maradni. Nem ráizgulni, nem rágörcsölni. Úgy tűnt, hogy nagyon-nagyon magabiztos vagy, nekem is úgy tűntél, igen. Majd legközelebb, fiúk. Legyen így, Gyuszi. Vittétek a hetet. Jó hétvégét neked. Köszi nektek is, szia. Köszi, ciao, hello, szia. Hello. 3-1. Hát ez tiszta, szép munka. Precíz, pontos. Gyerekek, 3-1, pihentünk. Ennyi. Megvagyunk. Ennyi, gyerekek, hát ez... Rommá vertük őket, rommá. Érted? Medve lépte át a szerb-magyar határt néhány nappal ezelőtt, de nem jutott messzire. De nem jutott messzire, mert levadázták, nem? Egy határőr vette állítólag észre ilyen hőérzékelős kamerával. Ilyen látók észre, nem volt semmi más, csak egy nagy izóvörös volt. Igen. És azt mondta, hogy furán mozgott. Ebből arra gondolt, hogy nem ember. És szólt a kollégájának, te, Gyula, támadnak a csetnikek. Nézd már oda! Igen. Azt mondta, hogy ilyen nagyon nagy tömeg volt. Biztos, hogy azt mondta, nézd már, a Galambusz Lajos elvétett. Határát kellett, hol megy át a Lajcsi? És miért négy kézláb? Nézd már, Lajos, négy kézláb. Nagy rohadt nagy, vagy sokan vannak félig takarásban. Szóval azt mondta, hogy egy nagyméretű hőképet vett észre, és a helyszínre küldött egy járőrpárost, akik megállapították, egy medvéről van szó, ami érkezésükre előbb felállt, majd néhány lépés után visszafeküdt a földre. A felszólítása pedig azt mondta, brum. Latomosítsa magát. Ez egy felállt, hogy tisztelget, vagy mit csinált? Megnézte a két kimenő ember, de hogy miért nem az ment ki, aki észrevette, ő félt? Hát mert ő tudta, hogy mi az. Srácok, ott van valami, hogy nézzetek már meg. Nagyon jó. A rendőrök ezek után értesítették a helyi vadásztársaságot, a szerb társszervezeteket is, felvették a kapcsolatot egy határon túli kis településsel, annak az állatkertnek a vezetőjével, aki elmondta, hogy mindkét medvéjük megvan. Tehát nem onnan tűnt el a medve. A helyszínre érkező vadászok a járőrpárossal együtt járművel megközelítették az állatot, amelyettől megriadt, és visszafutott Szerbiába. Milyen konkrét kis történet zajlott ott le a határvidéken. Passport bide! És aztán már csak ezt hallottak. Minket nem ver át. Ne meneküljön. Tudjuk, hogy határátkelő. Na, és van valaki, aki, ami állatszakértőnk, az az ember, aki védi a határvidéket, megy, ügyel, szeret minket, mi is szeretjük őt, hallgat minket, és mindent tud a pumákról, a farkasokról, a kengurukról, a románokról, a medvékről, mindenkiről. És a ugye? Piacról. Gyuri. És a piacról. Itt van velünk Gyuri bácsi. Gyuri bácsi, jó reggelt! Hello! Hello, szevasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Gyuri bácsi, de rég beszéltünk már veled, jól vagy? Hát köszönöm szépen, meg vagyok. Mit csinálsz most éppen, amikor így rátörtünk? Mivel foglalatoskodsz? Hát most megyek gumit cseréltetni a kocsin. Na. Útőzve vagyok tehát. Csak találtam most, hogy nem mondom, megbeszéljük ezt a medvét. Földobatod a téli gumikat? Nagyon helyes. Igen. Na, reméljük, hogy zöld bukócsöves ladaníva. Piacon voltál ma már, Gyuri bácsi? Nem voltam, még nem voltam. Most nem járok. Hideg van, hűs van.
Most figyelek, más figyelek. Mókusunk van, Gyulán, azt kell figyelni. A mókusra még kell vigyázni. Ellopják? Ellopják a románok. Na, várjál, rögtön beszélünk erről is. Oké, Gyuri bácsi, beszélünk a mókusról is, meg a románokról is, de először a medve. Tehát segíts nekünk nagyon városiaknak, hogy mit kell csinálni, nyilván nem életszerű az egész, inkább humorizálás, de mégis, ha véletlenül összefutunk egy medvével, te, mint állatszakértő, mit mondasz? Mi a jó? Hát csak annyit, hogy ellenkező irányba kell menni, egy kiló mézzel kell járkálni, letenni a mézet, elmenni. Már hogy legyen a túrázó családoknál egy kiló méz? Igen, igen. De nem kell megközelíteni, hanem ellenkező irányba. De különben ez a macska, ez mi hozzánk mézet őrizni jött. Csak látod, kihajtsák. Minden fegyveres erők, minden van ellene. Látod, elvadították tőlem. Mi van a macskával? Mi van a macskával, Gyuri bácsi, hogy jött mézet őrizni? A medve. A medve. Aha. Az jött mi hozzánk Magyarországra. Már jobb a magyar méz, mint a szerb méz valószínűleg. Így bizony, így bizony. A medve... Keveset emelt nálunk, aztán tovább állt. A medve gyorsan fut. Nem gyorsan fut, nem jó, ha esetleg elkezdünk előle elfutni. Á, nem kell, azt nem közelít az annyira be. Nem jön? Nem jön az közel, ember közelben nem jön, az el is elszaladt. Igen, félt a határőröktől, megijedt. Megijesztették, elhajtották tőlünk. Ha esetleg közel kerül hozzánk egy medve, akkor Gyuri bácsi erősítse meg az információnkat. Nem, nem égett medve, ott lehet, hogy a románok hozták hátizsákban. Ja, persze. De ha már közel van, nehéz vele szót érteni, ugye? Hát akkor már nehéz, nehéz. A brumra hallgat? Én... Már a medve. Nem tudom, mire hallgat, de én bízok benne, hogy emberi közelben nem jön az így. Tehát nem jön ide. Meg ez lehet, hogy a románok behozták tényleg hátizsákba, összerakták, hogy ez egy ilyen játékmedve karácsonyra, nem? Az is lehet egyébként. Te találkoztál már a vadászataid során? Volt-e, hogy medve nyomot láttatok? Nem, találkoztam. Nem. Tehát ott a magyar-román határvidéken nincs nagyon? Itt nincsen. A Bodóban, Árosban itt nincsen. Hogy nincsen. Van másotok akkor? Van másunk, a kis mókus. Mentem a belvárosba, mentem a főutcán, és előttem átszaladt a kis mókus. Az a csepp kis állat, ahol a hosszú farokkal, hát mondom, ez csodálatos. Meglepődtem. Mondtam egy többeknek, és azt mondták, hogy van nálunk mókus. De bement a városba? De mi célból? Ment a városba, a főutcán. Igen, a főutcán volt. Uh-huh. Azóta látom a románokat hátizsákkal, mert híre ment ennek. Jönnek, azt mondták, figyelj, ma még a román hátizsákkal fára mászik. Komoly román fóbia. A komoly probléma, a mókus lejön és mozogatják, akkor benne van a mókus. Akkor benne van. És hova viszi a román a mókus? Behozza, vagy kiviszi szerinted? Elviszi haza. Uh-huh. De mit csinálnak a mókussal, vagy mit csinálhatnak? Nem tudom, hát ők is szeretik, gondolom, nem bánsák. Uh-huh. És... Egy kis kenguru látod, azt is bement az erdőbe, hón alá vette és elment a román. Azóta is kengurunk. De az a nagy baj, igen, ezt mesélted, hogy volt egy magyar kenguru, ott a román határvidéken jött, a román átjött, hón alá csapta és elvitte a kengurut Romániába. Na, hát, azóta igen, nem is láttad? Is. Tessé? Azóta nem is láttad a kengurut? Nem láttam a kengurut, azóta elment. És a románt? A román se volt azóta, nem ismerem meg, nem ismerem fel. Hát nem mondtad, hogy a hátizsákos, igen. De ez a mókus, ez cuki, nem? Hát ez ilyen kis bejön, kimegy, hát ezzel így nagyon nincsen semmi. Ő aranyos állat. Ez itt bent van a népkertben, a főutcán van, ez a főutcán mellett, azt ott látták már többen. Én most láttam, én a kocsi előtt szaladt át, én most láttam, de nagyon szép kis állat. Na, a mókus is bundás, lehet, hogy ő egy kis medve. Nálunk csak ilyen azok vannak, mint a kenguru, mókus, medvére nem. Pályázunk medvére. Na de a mókus nem jelent veszélyt senkire, se élőlényre, se ingóra, ingóságra. Semmire. Az kedves kis állat, nem. Most vadászol, Gyuri bácsi, van most valami, amire lehet lőni? Ne, hát a fászám megkezdődött, ott az lövik azok a hírvétszerkések, tehát most nem. Jön most a szezon, jön, most jön a szezon nekik. Most van a fácán szezon, vagy most kezdődik? Persze. Mit csinálsz egyébként egész nap, Gyuri bácsi? Mivel a vadászaton kívül, vagy így a határőrzésen kívül, mivel foglalatoskodsz? Hát vannak kutyáim, vannak azokat, nevelem, fogom a kóbor kutyákat, befogom, tudod, viszem a menhelybe. Uh-huh. Na, ez nagyon. A vadászatra is jó a kutya, rendes csak mondom. Vagyok, nem lőröm le, hanem beviszem. Azért nagyon szép dolog. Igen. Azt szeretném még kérdezni tőled, hogy benne van a kezed abban, hogy a gyulai kolbász hungarikum lett. Most a múlt héten biztos hallottál róla, hogy mennyi mindent tettél te a személy szerint azért, hogy a gyulai kolbász a hungarikumok sorába emelkedett. Hát én ezt nem. Nem te voltál? Nem. Nagyon fontos, pedig jó a gyulai. Tehát ez egy jó kis kolbász.
Igen. Hát igen, igen, igen. Majd most már kezdődik újra fejlődni felfel a gyulai húsüzem. Bizonyám. Igen, jól van, Gyuri bácsi, köszönjük szépen. Tehát azt mondod, hogy óvatosan a medvével, nem kell félni ellenkező irányba futni, van, ugye? És még így legyen van. Nálad. Na, a hátizsákos románokkal már most mennek másfele is. Már hogy érted, hogy mennek másfele? Hova mennek, hogy mit csinálnak? Hát mennek más városokba is, nem csak itt Gyulán vannak ők. Ha nem, igen. Tehát, ha most már úgy ismerek, hogy Szerbián keresztül. Amint lehet hátizsákon és mozog, az már gyanús. Hadnál, vagy hoz, vagy visz valamit, azzal már vigyázni kell, igen. Igen. Jól van, bármilyen állat bukkan föl, mi téged hívunk, Gyuri bácsi. Jó, vigyázz magadon. Jó, jó, köszi szépen, szevasztok. Gyuri bácsi, köszönjük szépen, hello. Hello, hello. Ciao, ciao. Jó egészséget, jó vadászatot. Gyerekek, Gyuri bácsi, őrzi a határvidéket. Nagyon, annyira lelkismertes, hogy hihetetlen, és mindig tudunk vele beszélgetni, mindig van egy-két jó tanácsa. Meg kéne lepnünk valamire, vagy valamivel karácsolni. Medvével. Ha igen. Minek örülhet Gyuri bácsi egyébként, tényleg? Szerintem egy minőségi rövid válogatásnak, én azt gondolom, hogy örülne. Most miért gondolod? De ő biztos szereti a jóházi. Szerintem tök abszinens, abszolút nem. Ugye? A jóházi. Te is úgy érezted? Egy Gyuri bácsit nagyon, nagyon kedvelem. Hát hívtuk már pumánál, ugye? Kengurunál. Mi volt még? Vaddisznónál, rókánál, tehát szinte az összes létező állatot elmondta, hogy mindenhez ért. Amikor Budapesten volt ez a vaddisznó őrület, látták a Zollnerék mindenki. Aha. Akkor is őt hívtuk, hogy mondja el, hogy mit kell csinálni, az ember vaddisznóval találkozik. Azt gondolkozom, hogy nem mindig azt mondja, hogy hát azt kell fordítani és elfut. Ez van. Nem, a kengurut ő tényleg látta. Aha. Tehát amikor kengurut láttak, akkor azt azon a környéken láttak, és ő volt az, aki hosszú időn keresztül ugye kereste a nyomokat. És ő tényleg látta, csak aztán jöttek a románok és elvitték hátizsákba. Igen. De én még egy ekkora természettudóssal nem találkoztam. Komolyan mondtam, napjaink legnagyobbja. Ő a mi Gyuri Ettenborong. Tényleg. Ő mindent tud. Gyuri Ettenborong. Jó, azért magad mögéd löknéd a családodat, ha jönne a medve? Hm? Vagy azt csinálnád, hogy hárman-három felé futnátok? Hogy mit csinálnád? Hát, ezentúl mi mindig viszünk magunkkal egy kiló mézet. Letekerem a tetejét, eldobom az ellenkező irányba, és már ott van. Mi az, hogy azt csinálnám, hogy eldobnék valamit, igen, az ellenkező irányba, nem? Tehát fogsz valamit, ami a kezedben, és eldobod. De ő medve, nem hülye. Érted? Tehát, de nem a zajra megy, tehát nem kezdesz el zajongani, hanem megpróbál elterelni a figyelmét, nem? Tehát hátizsákot eldobod a bozódba, a medve oda megy, és közben benne volt a kocsi kulcsod. Hát, akkor mi van? Próbálj meg vele kommunikálni, mondd neki, hogy go home, brum brum bruno, mókás medve. Ez szerintem, szerintem valódi. Milyen medvék jönnek át egyáltalán, azt tudjuk? Grizzly. Na az nem. Átúszák az óceán. Ezüst hátú alaszkai barna medve. Tehát nyilván nem. Milyen medvék ezek? Mennyi minden nem tud az ember az állatokról? Tehát most így valahogy így kicsit így felkocogott jó. Szerbiából. Milyen medve ő egyébként? Tehát jó, tudod? Kis klasszik nagy... barna medve lehet. Igen? Persze. Örvös medvénk sincs úgy. Nem, az nem. Annyira hát pandánk ugye. Az egyáltalán nincsen. Az csak az osztrákoknak van. Meg ott lesz egyébként Nikkez darab a Black Sabbath koncert júniusban, Balázs. De nem érdekel. Ezek után senkinek semmilyen meglepetés nem. Ja, ha az ember nem találja ki, hogy mit kap. Na jó van. Oké, nincs senki veszélyben egyébként, a medve visszamen. Ha bejön, akkor azt egyébként lelövik? Vagy altató lövedék van? Altató lövedék is visszaviszik, igen. De hogy viszik vissza? Átviszik a másik oldal, és leteszik. Magyar csíptetnek a szőrére egy cetlit, hogy egy két nyelvűt nyilván, szerb-magyart, hogy ez a tietek. A szerbek meg visszatolják. Vigyázzatok rá jobban? Igen, a szerbek meg visszatolják, hogy a miénk. Na jó van, 9:30 van pontosan. Nem sokára hívjuk a nap hallgatóját, és jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 3:40 lesz pontosan 6 perc múlva. M3-as keleti végénél megint ott áll egy rendőrautó, amiben van egy trafi. Angliában dolgozom egy cirkusznak, tavaly történt, hogy kihívták a kommandót, és helikopter is körözött, valamint hozzánk is bejöttek, hogy nem szabadult el egy tigris. Na, azt szerintem veszélyesebb, mint a kiderült, hogy valaki egy plüss állatban, egy plüss állatot látott a híradóban, és csak arról beszélgettek, hogy ez a tigris mennyibe kerül, valaki pedig betelefonált, hogy elszabadult egy tigris. És jöttek a kommandósok meg a helikopter. De érdekes, hogy ott is valamilyen ürügy mindig kell, hogy a kommandósok kimenjenek. A határvadász bácsinak vegyetek egy hatalmas sütőt. Sütőt? Mindenkinek egy sütő. Sütő.
Hadd készítse magának néhány Bear Grylls-t. Ez jó! Bear Grill. De jó. Szerintem a szerbek csak barátkozni akartak, azért küldtek medvepetést. Medvepetést. Na, jó van. Formában lendültek. Egy jó kis medvepetés. Egy medvepetés. A Mokus is egy patkány, csak jobb a marketing, írja valaki. Na, mit akartál mondani? Hírek előtt akartál. Ja, igen, hogy az történt, hogy töklámpást faragtunk a gyerekekkel, mert egyrészt a szerintem vicces, együtt a család, gyakorlatilag a plafonról is tök magot szedtem, a két gyerek könnyékig egy óriás tökben, amit sikerült beszereznem a piacon, horrorisztikus áron, mert nagyon, nagyon ügyesek, mert a még Halloween előtt kilóra adják ezt a dísztököt, ezt a narancssárga dísztököt, amikor már érzik, hogy baj van, tehát nem megy el az áru, akkor darabra, akkor olcsóbb. Olcsósítanak? Hát én időben vettem még kilóra, na mindegy. És a srácokkal kitaláltuk, tudott tervezés van, hogy mi legyen, Batman legyen rajta, vagy pedig rendes klasszikus vigyorgó, vízét tök lámpás. Ebben maradtunk, nekifogtunk, kifaragtuk, kitettük a teraszra, és úgy tettem ki, hogy fordítva van, tehát a fal felé, és az éjszaka fölvetíti a falra a fejet. Te király! Nagyon jó, és egy 2 méter átmérőjű tök lámpás vigyorog a falon. Na, ez volt tegnap egy este, tegnap megyek haza, megáll itt az egyik szomszéd ott a lakótömbben, és mondja, hogy oszt ez mi? Hát mondom, egy tök lámpás, így ki van faragva, tudod, kell beletenni egy ilyen kis teamécsest, világít nagyon jó gyerekeket. Nem egy nagy dolog, csinálunk neked is. Hát az mi az, hogy tök lámpás van nálunk? Nem érte, tényleg nem értettem, hogy ez milyen dolog. Hát mondom, miért a tűzoltó belebotlik, ha jön menteni? Mert ugye nem lehet a folyoson tudott tárgyakat tartani. Nem, mert ez egy amerikai ünnep. Így kicsit vettem egy levegőt, mondtam neki, próbáltam egy észérvet fölhozni, hogy a gyerekeim ugye ilyen kétnyelvű óvodába járnak, tehát tanulnak angolul, van velük egy angol fiú, aki énekelget, meg mutatja ezeket a dolgokat, szokásokat, beszélgetnek angolul, tök jó haladnak, és hogy egyébként ott is volt Halloween ünnep. A magyar ember nem ünnepel Halloween-t. Hát mondom, figyelj, nem mentünk végig a szomszédokon bekopogva jelmezbe, hogy adjatok csokit cukrot, mert ott ugye azt szokták csinálni a gyerekek. Ez csak egy töklámpás. Ez csak egy töklámpás. Tehát semmi gáz nincs vele, nem megyünk át téged megijeszteni hajnali 2-kor, én beöltözve Zorrónak például, tehát nem fog lenni. A dolog, ez egy töklámpás, szórakoztunk, jó volt, és ki van téve. Hadd játszunk már gyerekkel, tudod, mi egy család vagyunk. És így nem értettem, halál komolyan nem értettem, hogy ezzel most mi a baj, áruló magyar lettem-e én azon, hogy töklámpást faragtam, avagy sem, hát szerintem nem. Szerintem igen. Ó. Oh. Ne haragudj. Szerintem igen. Hazamegyek, és egy baltával szétverem a töklámpást. Dobd ki a töklámpást. Vidd vissza, és kérd vissza a pénzedet is. Igen, hogy úgy szeretnék ennyire ráérni, de te úgy szeretnék ennyire ráérni, hogy ilyen baromságokon húzzam föl magam. Miért van az, hogy minden házban, minden társasházban megvan az egy darab ügyeletes önkéntes rendőr, aki élete feladatának gondolja, hogy csesztesse a lakókat, és ha kint hagyod a bringádat, rászóljon, hogy ez nem tároló, ha leraksz egy vizes szánkót a lakásod elé, mert nem akarod bevinni, megvárod, míg lecsöpöd, akkor azt, hogy ezt ki fogja eltakarítani, ha túl öntözöl egy virágot, akkor azért, ha nem locsolod, azért lábnyom a köven, akkor azért, mert azon el fognak csúszni, miért nem törlöd fel? Mi hiányzik nekik az életükből, vagy miből van túl sok az életükben? Kb. Stresszből? Hiányzik az életükből. Minden? Igen, hiányzik egy család, hiányzik belőle a szerelmese, hiányzik belőle a barátja. Én sokszor látom ezt például a családosoknál, tehát úgy értem, hogy férje van, gyerekei vannak, ahol laktam társaság, mondta például egy nő volt ennyire agyilag túlvezérelt. Valamelyik szomszédom lerakott egy szánkót, a játszótéről felhozta, a nő 2 percon becsöngetett, és azt mondta, hogy ez mi? Nő szánkó. És miért van kint? Hát nem akart nekem, hogy anyádért. Nem mondta neki a nő, vagy jött oda mindig nekem panaszkodni. Mondta, hogy ne vigyük be a lépcsőbe a házba. És miért? Hát megvárjuk, míg lecsöpög, aztán majd azt ott összetakarjuk, de kint csöpögjön le. Kint az utcán? Nem, kint a saját lakás előtt a lépcsőházban letette. Megvárták, míg lecsöpög, szépen föltörlik, de hogy ne a benti parkettára csöpögjön le. Nem, hogy a nő mondta azt, hogy még oda se hozzák be a lépcsőházba sem. Hogy ne tartsák a lépcsőházba, vigyék be a szánkót. És mondta, hogy figyelj, az erkére nem fér föl, egyébként megvárjuk, még lecsöpög, és utána befogjuk minden kiszárat, és akkor a szobába el tudjuk rakni, egy ilyen 40 akárhány centiméteres alaktag. 2 perc múlva csengetett. És bármit, az egy fölment a negyedikre, körülnézett, harmadik körülnézett, hozzám is rengetegszer becsöngetett. Vele mindig az volt a baj, hogy parkolok. Hogy a saját felszíni beállóban. Honnan tudta, hogy mi van a negyediken, ha ő a másodikon fölment? Fölment, ő folyamatosan járkált, 4 emeletes társasház volt, ő folyamatosan nézte. Az őrszem. Folyamatosan nézte. És mindig az volt, hogy én beálltam a felszíni beállóval, és az ő virágja pedig rácsöpögött a kocsimra. Viszont amikor egy ilyen típusú embernek te egyszer szólsz,
utána állandóan földes volt a kocsim. Tudod, mert úgy álltam be az erkély alápon, hogy a másodikról úgy öntöztem muskátliait, hogy azok így úsztak a vízben. Aha. És így csupa dzsúva volt mindig a kocsim. Vártam egy hetet, két hetet, fölmentem, szóltam neki, hogy nem lehetne csak egy decivel kevesebb vizet adni azoknak a virágoknak. Na hát, és azt a büntetést, amit én utána kaptam, tehát a kidobált földmaradványok, a virág rá nyeste a nemes kocsira. Bosszú. A igen. Nemes bosszú, mert egyszer mertél neki szólni úgy, hogy ő egyébként minden nap mindenkinek szól. Ez olyan fura embereknek. És lehet, hogy egyébként nem is szóltál volna neki, hogyha nem lettek volna ilyen előzményei a dolognak, hogyha ő nem kekeckedett volna ezer. Igen, és én nagyon-nagyon illedelmes vagyok, tehát a híremmel és a megítélésemmel szemben én ilyenkor becsöngetek és elnézést. Nagyon meleg pite neked bárkinek is szólni. Én nagyon, én megmondom, figyelj, ne haragudj, mondom, csak csöpög a kocsira a muskát, nem locsoltok, hogy én egy kicsit hátrébb állok, de nem lehet, hogy egy a másfél két literek kevesebb vizet tegyetek, de te nem sokkal. Csak a muskás lisláda alá lehet kapni egyébként tálcákat. Igen, igen, ugye, mert ugye alul lyukas tálcák voltak, és lefolyt. És hát úszott a kocsim, tudod. Hát azt a háborút, amit onnantól kezdve indított ellenem. Na vettél 10 literes világföldet, és így öntöttem. Minden szóróanyagot megkaptam a postaládámba utána, eltűnt a postaládámról a sebestyén felirat, tudod, átrakta más postaládába, az az igazán szemétszivatás, amikor fogod a nevet, leveszed, tudod, hogy jön a postás, és átrakod egy másikra. Mi történik? Nemhogy ugye neked szóróanyagot dobnak be, de máshova dobják be a te leveleidet, amit aztán a büdös életben nem kapsz meg többet. Tehát, hogy ezek... Az volt a baj, hogy valahogy ez nem egy magyar ünnep. Igen, hogy ez szerintem nem magyar ünnep, és ne tegyük ki. Úgyhogy ma veszek egy nagyobbat, tököt, és azt is kifaragom. Amúgy egyébként kelta, tehát nem is amerikai, tehát itt egy kelta ünnepről van szó alapvetően, tehát hogy ha már valaki kritizál, akkor kritizáljon pontosan. De egyébként ez a szomszéd effektus, ez nekünk is ugyanígy megvan. Ez az ügyeletes rendőr. Hál' Istennek már elköltöztünk onnan, de amikor szól azért az alattad lakó, hogy eső után lefelé csöpög a víz a mi teraszunkról az ő teraszára. Felháborító. Érted? Én mondtam, hogy felfele nem tud. Tehát, hogy ezen próbálnánk segíteni, de hát ez a rohadt gravitáció, ugye? Érted? Tehát, hogy leszáll egy galamb a balkonatokra, és elkezdi ütni partra és nyéllel a ti balkonatokat lentről, hogy elmenjenek a... Igen, mit gondol, hogy én szoktatom oda? Tehát, hát figyelj, valami postagalambodban. Igen, mindig beszél. Kimegyek reggelenként, és akkor így a kis kötényemből kiszorok neki egy marék darát, hogy gyertek, madaracska. De hogy értitek, és én mindig kínosan ügyeltem arra, hogy soha ne legyen semmilyen konfliktus. Tehát annyira nyuszi voltam, meg tényleg annyira odafigyelek erre, hogy soha ne legyen semmi konfliktus, mert minden ilyentől írtózom. És már az első héten, amikor oda költöztünk, már akkor megtaláltak. Hogy a festő miért úgy megy a létrával, hogy ő közben kopog. Hát most mit csináljuk, mert kerekeket nem tudnak szerelni arra a rohadt létrára. Igen. Ki kell festeni a lakást, most vettük. Bocsánat, csak egy tisztító festés, de nagyon gyorsan végzünk. Vagy ne csináljuk, maradjon így, jó. Igen, csak tessék annyi. Köszönjük, bocs. Szerintem meggyőződésem, hogy az ilyen típusú embereknek nyilván a saját életükben nem stimmel valami. Én nekem is mindig azzal vigasztalom magam, hogyha nekem ő nehéz abban a 10 percben, amíg engem zavar, milyen nehéz lehet neki önmagával együtt lenni 24 óráig. Gondold el, hogy neki milyen az élete. Ha téged 10 perc vagy 5 percre ennyire megkeserít, hogy beleszól, hogy miért van tök lámpás, vagy hová állsz, vagy neki így... mindegy egyébként, a akkor neki milyen nehéz lehet. Jelkép. Neki mennyi mindennel van baj, és akkor mindig kicsit megnyugszom, hogy jó van, na jó van. Mert neki aztán baja van a hentessel, baja van a piros lámpával, baja van az adóhivatal, amik azon mindenkinek baja van, a benzinkúton, a gyalogos átkelő néni, és akkor mindig azt gondolom, hogy na jó van. De én csak 10 perc vagyok az életében, ő viszont 24 órát van együtt magával. De tudjátok, mivel van a legnagyobb baj egyébként, hogy mi az, ami a legdurvább provokáció, és amitől legjobban kikészül? Ha elégedetnek, a mosolygósnak, a boldognak látnak benneteket. Tehát, hogy ez amikor mész a folyosón, és akkor meg kell bökni a gyerekednek a feleségedet, hogy mosolygjatok. Ne mosolyogj, jönnek, nehogy láss rajtunk, hogy mi szeretjük egymást, hogy elégedetek, vagy hogy ez a család így rendben van. Én pont azt, mindig nagyon vidám, nagyon mosolyogsz, nagyot köszönsz, látja, hogy jó kedved van, mind az, amely abba tud beledögleni az ilyen. Tehát az fáj igazán. Látja, hogy szomorú vagy, ha látja, hogy nem tudod, akkor azt gondolja, hogy neked is jó. Nagyon köszönsz, nagyon vidám vagy. Élvezed az életet. Az ilyen típusú embereknek fáj. Hiszen ha ő nem élvezés, neki nem jó, nehogy már más élvezés, nehogy már másnak jó legyen. Miért jobb neki, mint nekem? És a hülye még el is kezd rajta gondolkodni, tudod? Nagyon egyszerűen működnek. Igen, csak az a bajom, hogy ő attól boldog, hogy szomorú. Érted? Mert te azt mondtad most, hogy ő 24 órában kell elviselje magát, de nem kell elviselni, mert neki ez a lételeme. Tehát ő akkor boldog, ha látja, hogy neked is rossz.
Igen, látja, hogy illetve neked is rosszat akar, de az ilyen típusú ember szerintem nagyon bele van ám nyomorodva a saját életében. Tehát, csak hogy, nem tudom, hogy érzi-e. Szerintem igen, nyomorod. Egyébként. Igen? Igen, és ez egyfajta kivetítése az ő saját frusztráltságának, nyomorúságának, rossz közérzetének, kilátástalanságának, igen. Amikor már ilyen szinten vagy, hogy járod az emeletet és mindenbe beleköltsz, ott már nagyon meg van nyomorodva. És felszínesen azt hiszed, hogy téged boldoggá tesz, hogy intézkedhez, de belül rohadsz szerintem. Képzeld el a családját, ha van. Ezt képzeld el. Az milyen. Hú-hú. Igen. Mert enyém az egyedülálló legalább, úgy, ha jól tudom. Úgyhogy nála csak a szomszéd. Írja egy hallgató, hogy miért kérdeztem, hogy miért dinnyét kéne faragnom? Így október végén. Helyem, hogy faragjak dinnyét, az jobb, az akkor magyar vagyok, ha kifaragok egy magyar dinnyét. Kérdezi egy hallgató. Igen, hát ezt kellett volna csinálni egyébként. Azt írja valaki, Jancsika, te ne dadogjál már. Tudod, mit mondok? Azért dadogok, mert boldog vagyok. Ha boldog vagyok, mindig dadogok. Saját magamtól meghatódom. Én egy nagyon boldog, elégedett ember vagyok. Jól érzem magam. Nekünk a kilincsünkre akasztott egy adag szemetet az ügyeletes serif. Mai napig nem tudjuk miért, kidobtuk a szemetet, nem szóltunk semmit. 3-4 alkalom után abba hagyta. Miért? Ez is miért? Az én szomszédaim rendszeresen kirakják a lépcsőházba a szemetet, és ott díszelek másnap reggelig. Na, ez azért felháborító. Vagy nem-e? Vagy nem-e? Hát, hogy most, de, na, ez is egy a szemétlevitel kérdés. Na. Jó ide jó, hogy ezt fölhoztat hallgató. Este 10 óra van, megtelt a szemetes kosarad, ugye, vagy a kukád, műanyag zacskó összefog, leköti a tetejét, de már nem akarsz lemenni mondjuk az 5-ről, de nem akarod, hogy a lakásban legyen a szemét, nincs erkélyed, kiteszed az ajtód el, és reggel 7-kor, amikor elindulsz, leviszed. Ez baj, vagy nem baj? Felháborító-e, hogy ott van este 10-től reggel 7-ig a szemét összekötözve az ajtód elé? Semmi felháborító nincsen. Hallod? Miért lenne felháborító? Nem kiöntöd a metlahira, a folyosóra az összerohadt háztartási hulladékot, hanem össze van húzva egy nejlomban, kikészítetted, mert reggel ki fogod vinni. Hát én mondjuk ezt például pont másra gondolom. Megmondom neked, hogy mikor... Én ezt picit másra gondolom. Mert szerintem azért, ami hatással van a többi ember egy társasházban, az nem biztos, hogy jó, hogy kiteszed. Milyen tekintete, tehát hogy milyen szempontból van. Mert nem tudod mindig eldönteni egyébként, hogyha összekötöd, az attól függetlenül mondjuk árad belőle szag, vagy nem árad szag. Esztétikailag valakit nem bánt, vagy bánt. Tehát ott van mondjuk 4 lakás, mi úgy laktunk egy társasházban, hogy 4 lakás volt a szinte. Ha mindenki kirakta volna a szemetet, az elég nyomorultul néz ki, jössz haza mondjuk este 10-kor a munkából, ott van a szemét. Tehát szerintem pont ezek az apróságok, hogy ez a amivel te már inkább leszaladsz, nem rakod ki, de nem is magad miatt, hanem a 3 veled egy szinten lakó miatt. Én nagyon toleráns vagyok, én nagyon sok mindent el tudok viselni, de például a szemét, amire én mindig levédi, soha nem tettem ki, mert zavart, hogy más látja, hogy neked egyébként ott van kint a szemetet, oda kirakod. Nekem a szemét az egyébként tök intim dolog, hogy azt én nem rakom ki, nem akarom, hogy lássák, mi van benne, belenni, mit tudom én. Ha reggel 10-től lenne kint este 8-ig, és egész nap ott lenne nappal, akkor azt mondom, hogy tökéletesen igazad van, meg ha mondjuk, mit tudom én, középső lakás, és akkor egy csomóan elmennek mellette, és akkor érzik ezt az, hogy este 10-től reggel 6-ig ott van, azzal mi a probléma? Hát mindenki alszik olyankor, mindenki ki van, nem megy bele, ha nyárban nyitva vannak az ablakok, megint egy másik szempont. Mindenkinek más az inger küszöbe, persze, az nem baj. Engem például az egyáltalán nem zavar egy társasházban, hogy egy csomó lakás előtt látom, hogy leveszik a cipőket, nem mennek be. Mert abból arra gondolok, hogy tök jó, pedáns, tiszta, kicsit talán túlságosan is tisztaság már, és akkor sorakoznak a cipők a lépcsőházban. Laktam ilyen helyen is, hogy 4 lakásban 3 előtt 600 cipő sorakozott. De valahogy azt így tudtam kedvelni, mert úgy azt mondtam, hogy de helyesek nem mennek be cipővel, én bemegyek az előszobából, leveszem. De például a szemét, én azt például leviszem. Nem zavar a bringa se, hogy ott tartja. Semmilyen nem zavar. Most kirakja valaki a szemetét, és ott még 10 órán keresztül csücsül a szemét, arra azt mondom, hogy hát vigyük már le, nem? Tehát az már egy olyan szint, ami mondjuk belefér. Azért nem zavar, mert nem laktál az én 2-vel arrébb lakó volt szomszédaim mellett a cipő. Gyerekek, én megjártam panel, társasházat, félszuterén, én minden mélyről jövök, higgyétek el. A félszuterén, akkor tényleg mélyről. Sokat küzdöttem, hogy idáig eljussak, de én panelban kezdtem, illetve hát a drága jó édesanyám még, tehát én azért abszolút tudom, amikor 8-on lehúzzák a WC-t, és a második felszólsz, hogy jó van, Józsi, sikerült, jó van, na végre. Nagy volt. Józsikám, sikerült egy kis rostosat enned, de jó, tudod. Vagy valaki 8-szor akkor elkezdi ütni a fűtőcsövet, és 10 óráig mindenki koncertezik, és rohadtul nem tud megfejteni, hogy ki fúr, mert a panelban úgy terjed a hang, hogy elindulsz, rátöröd vele a kezajtót, és kiderül, hogy 2 tömbbel arrébb, a 8-on fúr a Béla, tudod. Reggel 7-kor szombaton.
ami szintén egy rejtély. Tehát én azért sok ilyen helyen laktam, úgyhogy ami tudom, hogy milyen. Mi a szomszédunk egyébként, amikor Móni porszívózott, és véletlenül neki ment a radiátornak, abban a pillanatban elkezdte ütni lent a csöveket. Tehát hogy valószínűleg jelezze, így hogy állt a radiátor mellett a kis. Én egyébként nem tudom, szerintem minden egyes radiátor az oda volt készítve valószínűleg egy partvés, nyél, vagy nem tudom micsoda, egy lapát, vagy akármi. Abban a pillanatban, ahogy valami zaj volt a lakásban, de tényleg, tehát már a mosogató mellé, a szárítóra már az edényeket is úgy tettük le, hogy csak nehogy összekoczanjanak, mert rögtön kopog. Nálunk ez ment. Nekem volt olyan szomszédom, egy lakóparkban, ahol együtt betonoztuk le a külső felszíni beállót, közösen. A volt közös képviselőt. Nem, igen, együtt. Közösen felesbe kifizettük, és baja volt, hogy a Viki is odáll. Majd aztán azt mondta, hogy most már az egész az övé. És mondtam, hogy drága barátom, ezt ketten fizettük, úgyhogy nem az egész a tiéd. Majd megcsináltak, hogy vettek egy kocsit, és direkt azért odaállították, hogy más ne tudjon odaállni. De nem használták, csak állt egy autó? Tessék? Nem használták az autót, csak állt. Ott állt egy autó, persze. Tehát, hogy 50 ezeret megér egy jó használt autó. Elképesztő emberek vannak egyébként, szóval, hogy így én nem is tudom, hogy mi érteti őket, vagy azt nem értem, hogy van ennyi energiájuk. Hát az embernek egy csomó minden elveszi az energiáját. Az életed, a családod, a gyerek, nem mész, dolgozol, próbálsz egy csomó helyen megfelelni, nem? És ha van egy kis időd, akkor azt próbálod jóra fordítani. És ha van egy kis időd, azt próbálod hasznosan, jó dolgokkal, építő dolgokkal eltölteni, amik építenek, amik adnak, amik hozzátesznek az életet. Ezt egy valaki azt figyelje például, ahol én laktam, hogy a mi kertünkben nyírjuk-e a füvet, vagy a kert előtt, a kapu bejárón, amik le van-e nyírva a fű, átjön, kigazol, lenyírja a füvet, és gazonként átdobálja a kertedbe, érted, és így azt mondta, hogy úristen, tehát, hogy így Jézusom. Hogy ezt így hogy, nem? És leszette, a kerítésünk előtt nem gazoltunk ki, saját részünk, tehát semmi nem kell. És bedobálta egyenként. A szembeszomszéd. Csak állt az erkélyen, és nézte, hogy mikor veszük észre. Most aztán jól kiszúrtál. Szerintem ott rohadt el, nem? Tessék? Ott rohadt el a kertbe, ahova bedobta. Tudod, mennyire izgattam magam. Ja, Isten. Sok szép emlék, ahogy feltolul. Írt az a szomszédod, aki a két kocsis lakóparkos. Igen, persze, velük sok harcunk volt. Ez nagyon jó. Persze. Igen. Nekik sok minden fájt egyébként. De csokoltatom őket, és jó egészséget. És köszönjük szépen, hogy minket hallgatnak. Tessék, és egyáltalán maradszom, hogy meghúzták a kocsimat. Mondjad? És köszönjük, hogy ők is minket hallgatnak. Igen. Na mindegy. Nálunk az alsó szomszéd rakja ki állandóan így a szemetet. Engem nem zavarra, viszont a cipő is mindig kim van, alig várom a december 6-ot, tuti rakok bele egy kis csomag, mint Csoki Mikulást írja egy hallgató. Tényleg egyébként ez egy jó kísérlet lehetne, hogy december 6-án megcsináljuk, hogy mindenki meglepi valamivel a szomszédját, átmegy és ad neki valamit, nem? 10-ből 8-szor maga, amit akar, takarodjon, én nem elhívom a rendőröket, fogadtatás lenne, vagy örülnének neki. Szerintem a szomszéd annak örül, ha nem mész át. Tehát, hogy szerintem ez a kellemes meglepetés. Ha nem mész át? Igen, lebb meg azzal, hogy nem mész át. De az nem lesz meglepetés. De nem jó, mert az év 365 napjában nem mentél. Nem? Tehát az a meglepetés. Tök jó meglepetés, de na áthívnád magadhoz. De gyere át. Na például látod a szemét, ne legyen kint. Szaga van, undorító, vidd le. A szemét nem baj, ha kint van, reggel is le lehet vinni, ha nincsen szaga, senkit nem zavar. A szemetet le kell vinni este, ha nem büdös, akkor maradjon a lakásban. Ugye? Tényleg egyébként miért rakod ki? Tehát, hogy mennyire másképpen gondolkodnak ember, ugye? Mert, ha nem büdös, miért nem jó az előszobádban? Nem? Na? Mert nincs hely tőle. Nem férsz el. De akkor vidd ki a gardrobcekrényt. Éjszaka, amikor mész ki pisilni, amikorunkban ez már előfordul, hogy megriadunk hajnaltájt, akkor megbotlasz benne. Kell még mondanom érvet, hogy miért kell kitenni? Tök igazatok van. Már miben? Ne, egyébként persze igazuk van, de lehet, hogy nálam is tehát szemét is. Most ne hagyd magad meggyőzni, hát ha te azt mondod, nem viszed le, nem viszed le, hát most ne álljál. Fél hát, mi folyosó végén laktunk, senkit igazából nem zavart, hogyha kiraktuk, és ráadásul én mondjuk elég akkurátus vagyok ebből a szempontból is, tehát hogy a mi szemetünk soha nem bűzlött, tehát hogy nem szoktam semmiféle rohadó dzsuvát belerakni, és tehát nincs olyan, hogy jaj, ez a pálpusztai már lehetetlen, akkor belerakom és oda, és akkor még finoman, hogy a szomszéd felé is eltoltam egy kicsit, hogy az ő
ajtajához legyen közel, ami nyilvánvaló, hogy persze, hogyha ilyesmi volt, akkor rögtön ledobtuk, meg nem is oda került, nem abban a szemétbe került. Tehát, hogy tényleg azt érzem, hogy szemét között is van különbség. Egyébként tényleg vannak olyan szituációk, amikor igazuk van. Ne, most nem púlok, de tényleg igazuk van. Tehát, hogyha nem viszed, hát most nyilván nem arról beszélt, hogy te büdös szemetet raksz ki, és kakis pelenkát és pápusztal is. Na, pontosan erről van szó. Te azt mondod, hogy te reggel viszed le, mert az ott senkit nem zavar. A kakis pelenkát nem raktuk bele úgy, és nem tároltuk ott, főleg nyáron, délben, és akkor na, majd este leviszem, de azért kirakom már reggel 8-kor, hogy mindenki érezze, hogy a gyereknek jó a fejlesztése. Vajon egyébként ez Budapesten kívül is így megy? Tehát ez a fajta rossz indulatuskodás, irigykedés, ez a fajta dögöljön meg a szomszéd, nagyobb autója van, mi rá be a felszíni autóra, a mi életünk felszíni báróra, mi életünk tök nyomorult, a feleségem egy hárpia, és minden nap üvöltözik, és már én se szívesen járok haza, és legszívesebben külföldi úton vagyok, de azért hazamegyek, bár tudom, hogy az asszony egy sárkány, és már nem mennék haza. Mert a szomszéd egyébként elfoglalja a felszíni beállót, gyűlölöm az életemet egyébként, és talán ő két autóval áll be a közösen lebetonozott felszíni beállóra, miközben a feleségem egy házi sárkány. Ugyanígy megvan. Ugyanígy megvan? Nálunk vidéküt, új kígyóson, az szokott lenni, hogy mikor föltakarítod a portá előtt, akkor gerebjével becsíkozod szépen ugye a földes részt, ahol nincs fű. Na most, ha arra véletlenül te, még akkor is, ha egy eléd szalladó óvodás életét mentetted meg azzal, hogy letértél az aszfaltozott útról, te arra a kocsival rámész, a szépen gerebével becsíkozott földes területre, ott véged van. Ott vége? Megölnek? Fölkoncolnak? Ne gyere be a faluba! Tényleg? Ne gyere be a faluba! Nagyon komoly szomszédos csatározások vannak ebből. Hogy te meddig gerebézed föl, egyébként ez az egyik, de a másik, például anyámnál nagyon sokan a szomszédban segítenek neki, és megcsinálják. Tehát ott azért van egy védőháló is, egy szociális védőháló, de tudnak olyat csinálni, amitől így tényleg kiveri a biztosítékot nálad, hogy most akkor mi a baj azzal, hogy tényleg egy picit ott ráállt valaki a földcsíkon, ad ide a gerebjét, megcsinál még egyszer. De van ott is. Valahogy azt képzelni az ember, hogy egy kisebb fal vagy a településen, ez valahogy azért ez ilyen barátibb, nem? Nyilván ott is van hülye szomszéd, valami barom, aki nem tudom, megmérgezi a kutyát, meg megöli az összes macskát, de valahogy azt gondolnám, hogy azért ez nem ennyire. Vagy aztán az ember nem tudja meghazudtolni magát, mindegy, hogy hol lakik? Mindegy, hogy hol lakik. Itt azért tűnik többnek, mert ugye egy panelházban mondjuk rakik, mint egy 50 család, ugye? És közvetlen közelükbe vagy. Meg nagyon együtt vagytok, igen. Így van a vidéken, meg az utcában van jobbra egy szomszédot, balról meg szembe. Azt jó, csak el tudod viselni. Igen. Hogy áll a maszkod? Jól, alakul. Egy órája nagyjából egy cipzárral a fejedre járkálsz, haladsz? Igen, haladunk. Hát megvannak a különböző fázisok, amiket mindenképpen át kell mennünk. Most egy ilyen folyékony bőrt vittünk fel a cipzárra, 2-3 rétegben, és akkor most kezdődik majd a festés. Most fogjuk majd színben az arcomhoz hozni, és akkor utána pedig majd kezdődik majd a durvább része is, a véres, megnyúzott arcbőr része. A szemem egyébként marha jól megszokta a kontaktlencsét. Az is, ami leesett a WC padlózatára. Amit belejtettél a búdiba. Hogy szurkoltam, hogy valami fertőzés. Jó lesz. És az az érdekesége egyébként a dolognak, hogy én ezt hónapokkal ezelőtt ezt a maszkot az interneten szúrtam ki. Egy fiatal lány készítette el magának otthon. És a készítésnek a különböző fázisairól készített egy videót, és ezt felrakt, rengetegen lájkolták, és megdöbbentem rajta, hogy mennyire profi maszkot lehet otthon is csinálni. És nem is akarunk egy olyan maszkot mutatni a hallgatóknak, mert természetesen majd fenn lesz a Facebookon is, meg fenn lesz a honlapunkon is a fotó, meg a készítésnek a különböző fázisai. Tehát nem akarunk egy olyan maszkot mutatni, amihez egy igazi maszkmester kell, úgymond. Annak ellenére, hogy most velem egy ilyen dolgozik, mert hogy tényleg otthon is tudjál magadnak csinálni valami hasonlót. Ha már adod magad az amcsiknak, az ördögnek. Na nézzük egy-két szomszédos SMS-t, hogy mit is írnak, hogy kinél milyen önkéntes rendőrök vannak. Nyugi vidéken is vannak tahók, de lényegesen kevesebb, mint a fővárosban, jött egy ilyen SMS. Martonvásár lakópark szerintem ugyanolyan, mint Pestem. Azért, mert a pestiek költöztek oda, Puci Timi. Én kisvárosban élek, az egész társaság jobban van egymással. Ha elfogy a tojás, mindig van kitől kérni. Jó reggelt, igazad van, Balázs, december 6-án fel is megyek és megajándékozom a felső szomszédot egy maflással, írja Dávid, teljesen erre gondoltam. Megjött a Mikulás. Az én szomszédom kivágatta velem a diófán felét, mert az átlógott hozzá és leárnyékolta a leghátsó sarkát a kertjének. Hozzáteszem, hogy nála egy parlagfű dzsungel a kert közben. Ezt egyébként jogszerint megteheti, csak őt jeleznie kell neked, és hogyha te nem teszed meg, akkor levághatja. Ami átlóg, azt igen. De ez csak árnyékot vetett, haló. Akkor is? Hát, ha neki nem kell az árnyék, Feri, akkor igen. Akkor levághatja. Csak jelezni kell, mondom a tulajnak. Macska alom, 2 napig a folyosom.
Na, azért annak van szaga. Azért az meleg, igen. Nálunk a büdös cipőket rakják ki a harmadikon, és finoman jön a negyedikre a buké. Inkább faragna tököd. A szemetet is kirakja. Azt írja egy hallgató. Nem ünnepeled Feri az amerikai ünnepet, csak élményt adsz a gyereknek, hogy apával együtt faragunk. Így egy hallgató, gondolom, így, jó meglátás, persze, hát ez egész erről szól egyébként. Az én szomszédom ellopta a macskámat, máskor megásott egy kis árkot a kerítésemhez, hogy az esővíz mind befolyjon a kertembe. Pest mellett lakom. Ha elfelejtem kivinni a kukát, a szomszéd kiviszi helyettem, és vissza is hozza. Vidéken ez így normális. Egy rossz szavam se lehet, ha füvet nyírunk, levágjuk, akár egymásnak is, ha másik nem ér rá, vagy nem tudja megtenni. Ez egy jó példa. Hát igen, ez a kevesebb szerintem. Komlón is így van, 10 emeletes, 70 éves öreg asszony szól a havernak, hogy a kapu az nem állhat senki, másnap a néni parkol ugyanott. Ha pihennél szombat délután, az ő kutyája ugat. Ugatja a mókust a ház melletti fán, és nem szól neki. De kollektív szotyizást is szokott tervezni a többi nyuggerrel a ház előtt ülve, az aktuális tévésorozat részleteit kibeszélve. A másodikon lakunk, mindent hallunk. Az emeleten van még két alkoholista, mind a kettő nagyon büdös, nem tudsz mit csinálni velük. Erős csapat, nem? Azért ez egy erős csapat. Két alkeszel, meg egy ilyen kis túlvezérelt kis idős nyugdíjassal, az kemény. Kiröhög, ha szellőztetnél a lépcsőházban, 5 perc múlva szalad, és becsuk minden ablak, becsuk minden ablakot. Milyen helyek vannak? Az a baj, hogy egyébként ez egy ilyen folyamatosan egyre durvábbá váló viszony. Hát, hogy azért valljuk őszintén, az idő múlásával gyakorlatilag már mindent úgy élsz meg, sajnos, hogy a másik téged akar idegesíteni azzal, amit éppen csinál. És még ha a legjobb jó szándék vezérlés, az annálad akkor is rossz. Igen. Nálunk kezdenek leszokni a szemét kirakásról a lakók, este, ha ráérek, pár csöbb pillanat ragasztó a csomag alá. Reggel reggel megemeli csak a zsákot, a többit ezt tudjátok. Írja Joe. De miért nem szólsz neki, hogy ne haragudjon, kedves szomszéd, zavar a csomag, a szemét csomag. Most leragasztod az alját, ugye az ember lendületből megemeli, az alja leragad, kiszakad, és minden tiszta trutyi lesz. Ez jó? Hát, tanulja a szomszéd, hogy le kell vinni a szemetet. Igen. Hát előbb lehet, hogy szólt, és ez már a nevelés következő fázisa. Úgy megértem, nem? Úgy megértem. Létszínetet ki, dekitette, létszínet dekitette, és akkor most érkezik a mondjuk ragasztó. Én a szemét kitevős, azért megmondom őszintén, hogy amikor mentem és vittem le napok után a rohadó szemetet, nem, nyilván nem, akkor nekem soha nem derogált felvenni a másiknak az ajtaja elől a szemetet, és azt is levéni, főleg, hogyha tudtam, hogy hát persze, ha már kirakjátok ti szemét, kirakok, legalább fogjatok össze. Tehát legyen legalább egy ilyen kollektív tudat, hogy ha már lusták vagytok este levinni, legalább vigyétek le egymásért. Ez a minimum, amit megtettek mi becsületes szemétlevivők mellett. Vagy a közös együttélés érdekében, hogy az egyik késői szemétlevivő leviszi a másik késői szemétlevivőnek, hogy ne vigyétek egymás rossz hírét. Na, amikor te becsületes szemétlevivő leviszed a tiédet, akkor a másikét is fölvehetem. Én nem tudom, én nappal leviszem, de ti csak este teszitek ki. Hogy vigyem le a tiéteket, mikor az nincs kint? Mert én nappal normális időben leviszem, de nem vinném a tiéteket, de hát ti esti szemét kitevők vagytok. Hát akkor még nem tudom, mert ti este 10-kor sunyiban nyílik az ajtó, kirak, gyorsan becsuk az ajtót. Tegye ki mindenki reggel 8-kor a szemetét, hogy a rendesek le tudják vinni. Igen. És trigulázd az ajtónkon, amikor elviszed a szemetünket. Egy ilyen törrel. Így van. Egy vadászkéssel, vagy egy csavarhúzóval. Igen, ez már a negyedik a héten. Na. Meddig kell nézzem ezt? Igen, tök jó, én is értem, hogy 4 órája itt ülsz egy cipzárral a fejeden, véres zombinak maszkírozva. Én szeretem, hogy ez a kattanásod, hogy a horrorra indulsz be, de hogy konkrétan kicsit nem tudom eldönteni, hogy Ricsi bohóc vagy a Walking Deadből. Nem, mert sajnos jó sikerült, az a baj. Egy szétnyírfejű bohóc vagy a Walking Deadből valaki. Jani ugyanis egy maszkmester segítségével most leginkább önön szórakoztatására csináltatott ma reggel magának egy maszkot. Nem csak az önön szórakoztatásomra, ebben azért bízom, de Kristóf Barbara maszkmesternek a segítségével próbálunk meg tippet adni azoknak, akik készülnek egy hétvégi Halloween partira, hogy mit lehet otthon is egyébként összehozni, egy kis sminkészlet, egy kontaktlencse és némi művér segítségével, meg kell hozzá egy cipzár. Igen, kell hozzá egy cipzár, kell hozzá bőragasztó, kell hozzá egy kis művér és két piros vérszerű kontaktlencse. Hát ez minden háztartásban. Tulajdonképpen. De még beszerezhető. Még be egyébként, igen. Be lehet, és csak mondom, hogy még egyszer hangsúlyozom, ha valaki esetleg nem hallotta, hogy én ennek a maszknak az eredetiét fenntaláltam a neten, egy teljesen civil lánka rakta magának össze otthon, és aztán szétspiccelt mindenfele.
Az a világháló oldalról látnak, akkor tényleg úgy nézel ki, mint egy szétnyílt fejű Ricsi Bohóc. Mert ugye fehérre vagy sminkelve, fehér a bőröd. És az téged boldoggá tesz. És nem tudom, hogy irítálsz, vagy tetszik. Igen, tudom. Hogy az tudom, belőle milyen teljesen érzés... mást vált ki. Igen, milyen érzések vannak bennem. Miatt. Igen, de jó egyébként. Fönt van a leten nálunk. Föl fogjuk tenni nem sokára, és akkor meg tudjátok nézni, tudjátok majd utálni rettenetesen a dolgot, akinek szereti a horror műfajt, az nyilván csípni fogja. Jó, itt az idő, hogy a pelenkázást visszaad, ülj az ölébe és puszilgast, hogy ebben a művére szálltad. De tényleg, most te jössz, Jani. Most te jössz. Az van, hogy jól járna vele, mert szamóca ízű a művér a számban. Nagyon fura. Jó, nem azt mondtam, hogy csókolózhatom. Ja. Ha jó fej vagy, ma egész nap ezt fönt hagyod. Nem vagyok jó fej. Ha igazán bevállalós vagy. Értire beülnél így. Főleg úgy, hogy ma még megyünk forgatni. Azért. 12:30-kor forgatunk egy jelenetet, azt pont szeretném, hogy így lenne. Na. Krisztián Zaharias, mond nektek valamit ez a név? Mindig fölkapom a fejem, nagyon jók jönnek Zaharias úrtól. Ő az, aki a londoni tudományos akadémián, tudod, Jani, amit a múltkor beszéltünk, az az új felmérés, amit csinált az elköszönő. Ő az, a 400 oldalas tanulmány, amit egymás kezéből tértünk és olvastunk végig. Krisztián Zaharias göteborgi koncertjén kétszer csörrend meg hangosan a telefon. A zenekar reakciójánál kellemetlenebb dolog ma már ugye egyébként nem is létezik. Megcsörrentő kinyomta, a zenekar játszott tovább, megint megcsörrentő, megint kinyomta, és mintha semmi nem történt volna, játszott tovább. Ő egyébként egy szimfonikus zenekarban zenél, azért az meglehetősen kellemetlen. Aha. És látszik a videón, hogy Zaharias teljes átéléssel játszik, tehát hihetetlenül Haydn egyik zongora darabját játszák. Amikor megszólal, egy olyan csengő hang, ami egy ilyen régi Nokia 3210-esen csengett így egyébként. Ja, még csak nem is egy Vivaldi. Tessék? Még csak nem is egy Vivaldi, hanem csak egy egyszerű csengő hang. Igen. De ez egy régebbi jelenet, ez nincs meg, ezt nem láttátok? Szenzációs, megáll a zenekar, Zaharias pedig csak annyit mond, hogy ne vegye fel, hadd csörögjön. De várj, akkor nem neki szól annak, hanem a zenekarban valakinek, ő a karmester, ugye? Aha. Na várj, megnézzük a videót. Kielemezzük. Én szerintem ezt már láttam, csak nem emlékszem pontosan, hogy történt. Most nem láttátok a Roger Federernek este 3-4-12-kor a sajtótájékoztatóját? Nem nézitek? Hát hol éltek ti? Azt a rohom, mekkora hülye vagyok, Jani! Nem szólsz ilyen. Nem nézted a... Hát a sajtótájékoztatót, azt nagyon. Amikor még Bázelban, azt hiszem pont a Dimitrovot megverte, a Abdel Potro előtt. Soha nem hagyok ki egyetlen Federer sajtótájékoztatót sem, de most ez valamiért. Kimarad? Megszólalt Federernek a mobilja. Este 11:30-kor. Nagyon vicces volt, kérdezik az újságírók, szól a mobilja. Kinyomja. Megszólal megint a telefonja, megiránéz, megint háromszor szólalt meg a telefonja, és mondta, hogy ilyen későn már senki nem lehet fontos. De nem mondta el, hogy ki hívja. Ha. Majd a végén, amikor befejezte a sajtótájékoztatót, akkor mondta, hogy bennem kell, mert egy-két fontos telefon még el kell intéznem. Jó dugát nyomott egyébként. Na, szóval a pasi egy zongorista? Igen, az biztos, arra most én rákerestem. A pasi egy zongorista? Zongorista. Zakariás. 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 Legyen az Zakariás. Zakariás. Rákerestem. Krisztián Zaharias. Na figyelj, így szólt ez. Megnézzük, hogy van-e hangja, vagy... Remélem nem egy telefonreklám. De szép. Don't answer. Take it away. Just kidding, I'm sorry. Na várjál. Your concert gets interrupted. Ez nehéz. Ő az, aki zongorázik. A zenészek döbbenten ülnek, de senki nem nyúl oda, hogy felvegye a telefon. Ciki. Viszont lehet, hogy a magának a teremnek olyan az akusztikája, hogy ez lehet, hogy közben valahol a néző között szólalt meg, és erre mondja a Zaharias, ha már így hívjuk szegény, hogy ne vegye fel, hadd csörögjön. És nem biztos, hogy ez a zenészek között szólalt meg, tehát ez valószínű, hogy inkább ez... A nézőtéren valahol. Igen. És ez már a második alkalom, amikor megszólalt. Ez az a pillanat, amikor nem nyúlsz oda, mert igen, tudod, hogy te leszel a ciki, a hülye, a műveletlen. When do you decide to stop?
Igen, ugye itt arról beszél, hogy most miért döntött, hogy abba hagyja, vagy nem hagyja abba. A testbeszéd a legérdekesebb, hogy letesz zongorázik, leengedi a két kezét, és így összerogyasztja. Igen. Ezt nem hiszem el. Ezt a parasztot. Életem legnagyobb futballát játszottam. Ilyenkor mit csinálsz? Oda nyúlsz és kinyomod, vagy te is riadtan körbenézel, és úgy csinálsz, mintha nem nálad szólna. Mert ugye lokalizálni nem lehet, csak hallod, hogy valahonnan jön a hang. Oda mersz nyúlni, és kimered nyomni? Körülötted kb. 4 ember tudja, hogy te vagy, de a többiek nem. De a többiek nem tudják, akkor inkább a 4 előtt égek rommá, mint az egész terem előtt, aki keresi a hangforrását. Nem? Hát vagy pedig köszönöm. Bocs, anyám az. Mi van, mama? Mondja nyugodtan, tökig van az aksim. Zakariás koncerten vagyok, hagyjál már békét. Na, köszi, folytathatod. Szerintem a Bajornak volt egy ilyen jelenet, amikor moziből is megszól a telefonja. Micsoda? El akar hagyni? Adod neki rendeset? Mondja nyugodtan, töki van az aksim. Ez megvan. El akar hagyni. Adod neki rendeset. De szegény zongoraművész, és abban a pillanatban arra gondolt, így hogy Úristen, és ilyen emberek miatt tanulok én 30 éve zongorázni. A testbeszédében ez sok van egyébként. Próba, mi sok a legcikibb lemondás. Hely? Mi a legcikibb hely, ahol megszólalhat? Ugye klasszikus zenei koncert, ezt látjuk. Én azt imádom, rezsőre van állítva. Figyelj, ha a popsiról megszólalna Feri, én gyertyállásig üldöznélek, hogy most menj föl gyertyállásba. Úristen, ez a Feri sokkal jobb fej, mint gond. Igen, hihetetlen. Eddig is bírtam, de most már. Tud seggel fuvolázni. Nem, csak a telefonom. Csak... És ráadásul egy Nokia, egy régi. Azt fér föl. Hát igen, nem is. Most látom iPad. Igen. Mindenképpen szerintem az ilyen mozi színház, tehát ott a legkellemetlenebb, nem temetés talán, tehát az tud még kellemetlen lenni. Hú. Én arra gondoltam, temetés, gyászbeszéd, síró rokonok, és egyszer csak, amikor az enyém megszólalna a Highway to Hell-el, ja, nekem az a csengő. Jó, nekem pedig Entrex, mindig. Na, az is jó. Templomban. Írjanak már olyanok, akik megszólalt, vagy akik még megszólal, de nem csak olyanok, hanem akik például olyan munkát végeznek, hogy közben ciki, hogy megszólal, hogy dokinak például szülés közben, vagy műtét közben. Hát azért az se jó terpeszt a nőszegény, éppen küzd, hogy létrehozza, vagy világra hozza a gyermekét, és közben a doki ott a két lába között meg kell telefonálni, nem egy megnyugtató pillanat. Anyakönyvvezetőnek. Anyakönyvvezetőnek, hogy keresztelő közben. Igen, hogy kinek hol milyen pillanatban szólalt meg a telefonja. Itt van velünk Havasi Balázs, akinek szintén volt már ilyen pillanata. Balázs, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Na, neked volt már ilyen, hogy megszólalt koncert közben, vagy valakinek a közönségben? Nyilván az Andynek egyébként, ugye ti játszatok együtt a Hooligans dobosával, és ő biztos nem halkítja le. Nálunk azért speciális helyzet, inkább a régi klasszikus élményekről tudunk mesélni. Egyrészt két végletet mondok, például játszottam olyan ázsiai koncertteremben, ahol hostessek voltak beállítva a nézők közé, és nem azért, hogy hát hogy mondjam így, azt figyeljék, hogy ne kamerázzanak, hanem effektív, hogy ne telefonáljanak, tehát ott annyira a kultúra ott egy kicsit más volt, mint például Londonban, ahol egy alternatív popzenekarommal, a The Unbending Trees-zel léptem föl, és ott egy rendes pubban is teljes csönd tilalom volt, tehát nagyon szélsőséges ez a dolog. Egyébként láttam azt a videót, amiben egy ilyen hány zongora verseny zavart meg ez a mobiltelefon. Pont erről beszéltünk, igen, az előbb, igen, ezt be is mutattuk. Igen, az egy, szerintem egyébként jót is fog tenni a zongora művész népszerűségének, de azt gondolom, hogy többféleképpen lehet lereagálni egy ilyen helyzetet. Ő annyira megdöbbent, hogy nagyon szigorú volt, és az egész közönséget egy picit szerintem egy sarokba állította. Ezt ilyen játékosabb formában is lehet szerintem fogadni, például az olyan olyan autó, hogy valaki elkezdte játszani ezt a tipikus csengő hangot. Azt láttam azt a videót, a szenzációs, nem emlékszem pontosan, azt hiszem valaki fuvolázik, vagy valamit előad, és megszólal egy telefon, és elkezdi szinkronba fújni a telefonnal, mintha válaszolna a telefonnak. És akkor van egy ilyen dallam, ez a klasszik dallam, amit ugye megismersz, lefújja, akkor a dallam vált, ő is fújja, és beszélget a telefonnál, és sír rajta a közönség. Szenzációs. Igen. Én azt gondolom, hogy akármennyire is klasszikus és komoly zenéről beszélünk, azért itt is a közönség az első, és a szórakoztatás, tehát nem nyílik a színpadon megsértődni, vagy hisztizni, akkor, még akkor is, hogyha természetesen ez egy zavaró dolog. Én nekem szimpatikusabb az a megoldás, hogyha ebből valamifajta viccet csinálunk, föloldjuk ezt a feszültséget, és akkor a közönség egy plusz élménnyel megy haza, mint hogy ez a lefagyott csönd, amit ott a videóban láttam, szerintem az egyébként mindenkinek kellemetlen, még annak is, aki ott ül és nem hibás, egy kicsit úgy érzi magát szerintem a közönség, hogy,
hogy részese ennek a... Igen, a zenészek arcán döbbenet van, tehát ők se hiszik el, hogy ez megszólalt. Ugye néznek, nyilván gondolom a zongorista, ő vezeti a zenekart, vagy ő adja, abban mindenki megáll, és néznek, hogy most mi legyen. Csak megáll a zongorista, akkor mindenki megáll. Senki nem tudja, hogy mi van. Mondjuk azt a pillantást, amit ott a hegedűs arcán látni, az a lenéző, azt a gyakorolnám se tudnám reprodukálni. Óriási, hogy ott is az a felháborodás ült ki az arcára. Mondom, én különböző emberek vagyunk, különböző képpen. Neked már volt ilyen konkrétan, Balázs, hogy megszólalt valakinek, vagy akár neked? Nálam az elmúlt... Már megint. Nem hiszem el, hogy megint az MSZ. Hát nézd meg, tegnap a Nógrád, de most nem beszélt semmiről. Most nem mondott semmi rosszat. Miért mondták ki őt a forgalomban? Mit tudhat? Tegnap a Nógrádinak egy pici pörös pojt jelent meg a feje tetején, érted, és ő lehet, hogy most... Anna, tekerj már a Kossuthra. Lehet, hogy most ez a szokás, hogy akivel mi beszélünk, az fővi a Kossuth is, és azonnal interjút ad a Kossuthon. Mert tegnap a Nógrád, amikor itt megszakadt, átment a Kossuthra. És ott beszélt 10 percet. Lehet, de hogy a Havasi is most a Kossuthon lesz? A Kossuth tudja bontani a mi vonalunkat. Hát azért... Ki mit csinálnak az ezeket a Kossuth rádióban? Vagy féltékenyre Richard Kleiderman, és elvágta a vonalat. Hello! Na, itt vagyunk. Bocsánat, itt vagyok. Szóval megváltozott az elmúlt időszakban a helyzet, ugyanis én mindig hangosítást használok, és most először egy olyan régi vágyamat is fogom megvalósítani évvégén. Mindannyian, akik szülők vagyunk, és van kisgyerek. Ez a rohadt Kleiderman. Balázs, én lecserélném a telefon, nézd, nem tudom mi az éves költségvetésetek, de lehet, hogy egy új telefon lehet, hogy vennék, vagy nem tudom. Pedig a felevigyel biztos nagyon jó sztori. Én most már ezt kezdtem el ráfűzni, most kezdtem felpörögni, komolyan mondom, hogy ha nem tudom meg az a sztorinak a végét, én nem megyek el, most maradok a garaminál. Várjuk meg, hogy mi lesz. Teszel még egy reménytelen kísérletet, Anna? Elég a sztorit elmondja, aztán megszakadhat, szegény. Itt vagy, Balázs? Halló? Na, mit csinálsz? Jól működik a fülizmod, amivel kinyomod, vagy mit csinálsz? Nem csináltam semmit. De mindegy, tehát azt gondolom, hogy a gyerekek, a szülők is nagyon félelem, hogy gyerekeket emiatt a szituáció miatt nem szeretnek elvinni koncertekre, vagy komoly zenei koncertekre. Én pont azt akartam már régóta megvalósítani, hogy egy nagy kihangosítással, mondjuk egy aréna koncertnél, igenis el tudjanak jönni azok a kicsit is, akik egyébként szeretik otthon hallgatni, mert beteszik neki DVD-n, stb. Balázs, értem, hogy promózzuk a koncertedet, ez egyébként semmi baj, teret hagyok neki, hogy a beszélgetés végén elmond. Visszatérve az eredeti kérdésre, volt-e olyan, hogy neked koncerten megszólalt a telefon, vagy igen, bárki, vagy nem? Vagy bárkinek a közönség soraiból? Ígérem, a végén elmondhatod még azt is, hogy mikor lesz a koncertet, ha szeretnél. Csak azt akarom, hogy az elmúlt 5 évben, Miki, én a szolozongra koncerteket is kihangosítással jártam, tehát én ezt meg se hallanám. Ja, hogy tesz meg se, aha, tehát, hogy nem hallod. Hát én abszolút semmit nem hallok, sokszor fülmonitor van a fülünkben, tehát azért akartam ezt elmondani, hogy mi nem hallunk semmit, tehát abszolút, még a bekiabálásokat sem. Ahhoz, hogy a tapsot az ember hallja, ott is kivesszük azt a fülhallgatót a fülünkből, úgyhogy ilyen értelemben az elmúlt 5 évben nem tudok beszámolni ilyen élményről. Régről vannak olyan élményeim egyébként, hát minket úgy neveltek még a zeneiskolába, hogy bármi történik, a játékot azt folytatni kell, tehát és ott voltak olyan tanárnénik, akik a vizsgán emlékszem, hát két dolog volt, az egyik a narancspucolás, azt tudom, hogy hát ők nagyon szerették, az nem volt olyan nagy hang, de a mentolos cukor, az mi, hogy a bontogatás és az acskó zörgetés. Én leestem egy-két percet, leestem a bontogatás. Mi az a narancspucolás? Tehát, hogy így edzettek benneteket, hogy narancsot pucoltak mellettetek, mert gyakorlatilag szörnyű kínzás. Két havonta vizsgáink voltak, és ott ki kellett állni, és ott voltak idősebb tanár nők, akik ott különböző ilyen hát mentolos cukort a zörgés, és nagyon jól tudtuk már, hogy milyen zörgés kihez tartozik, tehát azt is tudtuk, hogy ki az, aki most éppen valamit csinál. Mi úgy lettünk tanítva, és ez egyébként elég meg is szokja az ember, hogy gyakorlatilag ezeket nem is hallott. Így van, mert mennie kell tovább a show-nak, ahogy a Queen-sének, hogy Weaver Rock You, ugye? Balázs, mielőtt megszakad, mikor lesz a koncertet? Csak ígértem, hogy erre is rá kérdezünk. Hát igen, ha még a hallgatók nem tudnák, december 21-én lesz, de amit izgalmasabbnak tartok a délutáni előadás, hogy gyerekek is jöhetnek, nem fogják megzavarni az előadást, nem zavarják a zenészeket, mert nagy hangosítás van. Tehát de miért az estiről ki vannak tiltva a gyerekek? Nincsenek kitiltva, csak ugye egyrészt ugye nyilvánvalóan praktikus a délután kettőkorhozni egy kisebb gyereket, másrészt meg inkább azt gondolom, hogy az a félelem, ami a szülőkben van, hogy mi van, hogyha beletapsol, vagy kérdez valamit, az semmi az gyerek, azért gyerek hadd kérdezni. Nem fog semmi történni, de hogy nem is zavarja meg a zenészeket, és ez nagyon fontos szerintem, hogy ezt tudják. Mm-hmm.
Köszönjük szépen, Balázs, hogy ezeket elmondtad. Vigyázz magadra. Ciao, hello, Havasi Balázsnak, köszönjük szépen. Várjatok, ha minden igaz, akkor megtaláltam azt a linket, ahol visszafúj, figyeld. Elegáns, bölcs, nyitott minden újra, tiszteli a... Jó, jó, ezt egy pit magamról egyet mondom. És mégse te jó, mondtad. Jó, na jó, hát ezt most nem mondhatom én. Várjad, ez a reklámát kell ugrani, várjál. Mindjárt ugrunk. Azt mondjátok már meg nekem, tudom, de én levegyük egy picit maradva, hogyha nem akarom végignézni a reklámot, akkor miért írek egy 3 másodperc múlva, hogy azért picit nézzek meg belőle? Ha úgyis átugrom, akkor miért nem léphettem át egyből? Hát pont ezért, a 3 másodpercnél már benne vagy a nézettségben. Tehát és akkor már hát, ha ott maradok? Hát igen, akkor igen? Azt tudod, lement 3 másodperc, most még van. Most már megnézem. Persze. Uh-huh. Meg lehet, hogy a statisztikába beleszámít, hogy azonnal klikkelt, vagy 3 másodpercet várt. Na, egy hegedű művész koncertjén vagyunk, egyedül van a színpadon. Én is nézni. Mindjárt jön. Egy kis kultúra, ne utáld. Egyszer ismertem a hegedűs lányt. Csak ismerem az eredetét. 40 perc. Én nem tudtok egy kicsit csöndben maradni. Átszellemülni. Jó, nem, én szeretem. A kultúrát baltával gyilkoló szakbarbárok vagytok. Hát komoly zene, hát végre. Te is a Rimszkij-Korszakovra altatsz otthon. Istenem, hát. Szerdő János, kérem, hagyja el az előadó termet. Én a délutáni gyerekkoncertre megyek, ha hagyja. Valaki ezt a linket küldte, nem nézte meg. Hát lehet, hogy nem is lesz. Jó, várjál, meg lesz, itt lesz. Most már megvárjuk. Ezt így kell kezelni. Azért ez jó, nem? Ez nagyon, nagyon, ez jó, ezért jó. Elképesztő, hogy, hogy milyen pillanatokban tud megszólalni. Kukoricalobás közben szólalt meg a mobil, a csőz meg 20 méterre elkapott minket, írja egy hallgató. Na, és akkor nézzük a temetős SMS-eket, mert hogy szinte csak ez jön, vagy szülés, vagy temetés. Nekem szülés közben telefonált a doki, a szilveszteri partit beszélt el a valakivel. Nekem közben a lábom az égben, vöröslik a fejem, mert nyomom ki magamból a gyereket. De abban a pillanatban nem érdekelt, hogy a cigány kerekezhetett is volna. Puszi Csilla. Apukám kollégájának a temetésén megszólalt a telefonja nagy hó-hó horgász csengő hanggal, kellemetlen volt. Sziasztok, templom áhítat, apu telefonján nyerít a ló. Döbbenet. Hírja. Temetésen voltunk, és megszólalt a rózsaszín párdut zenéje. A pap meg beszólt, hogy Szent Szivar, mi van, filmforgatáson vagyunk, vagy temetés? Szent Szivar, de jó. Sziasztok, apukám májusi templomi esküvén a papnak kezdett el csörögni a telefonja, amikor felemelt kézzel mondta épp a pap, hogy téged kérlek, Istenem. Fel van véve videóra, sírtunk a röhögéstől. Temetése megszólalt a nagybácsi telefonja klasszikus majom röhögős csengő hanggal, az is kellemetlen volt. Nekem aktus közben szólalt meg a telefonom, miközben a feleségem hívott, jó, hogy klasszikus. Császármetszés közben engem ütöttek, szinte megállás nélkül csörgött a dokim telefonja. A Shrekből a Halleluja csöngéssel. Minden körült a kisfiam érkezésének. Jó vagy, puszi. Engem pénteken császároztak a dokinak, mikor neki kezdett volna megcsörrent a telefonja. Ő jó fej volt, és lepasszolta, hogy nem ér rá, nem vette föl. Temetésen egy nőnek mulatos zenével szólalt meg a telefonja, elkezdte beleüvölteni, és azt is közben kiabált, hogy Rózsika, most nem érek rá, temetésen vagyok, később átmegyek hozzá. Előtte meg arra, hogy első fel. Rózsika, nem érek. Rózsika, nem érek, a temetésen vagyok, később átmegyek hozzá. Atya úristen. Lelkész vagyok, írja egy másik hallgató. Temetés közben megszólalt a gyászoló családban a telefon, és valaki fel is vette. Megvártam. Ha persze, beszéljük meg. A hallott már nem siet, nem? Hát, szegény. A férjem temetésén megszólalt a szomszéd telefonja, a hupikék, törpikék csengő hangon, írja Erzsé. Az egyik ismerősöknek a ravatalozóban szólalt meg a pokerfész. Azért, igen, mondtam, hogy a temetés lesz a legnépszerűbb, szinte várható volt egyébként. Igen.
Na jó. Mondjuk nekem ez a rózsikás. Rózsika, a temetése vagyok, később átmegyek. Nem érek rá. Temetése vagyok, később átmegyek. De lelkiismeretes, később átmegy. Bocsánat, én mondtam neki, hogy ide jó. Mikor veszed le ezt a cipzárt a fejedről? Most már gyorsan. Jó. Nem, mindig rád nézek, és tényleg nem tudom, Ricsi Bóczel esett. Húzd be a cipzát. Be akarom húzni a cipzát. Nagyon szeretem ezt a számot, megkönnyeztem a hallatán. Mindig a vodavadászat élményeit eleveníti fel bennem, kis Mityu. Milyen számunk men? Az AC/DC-nek a dala, amiből ők annak idején csináltak egy ilyen vodavadászat indulót. És akkor mindig ez ment, amikor mentek vadászni a vogát. Előtte ez volt a hívódal. Ez volt a hívódaluk? Igen. Igen? Most már én is át tudom érezni ezt a dolgot, mert elkezdtem érzelmileg kötődni Lajoshoz. Ja, a mi Lajosunkhoz? Igen. Lajos jó. Sokat hoz egyébként a személyes kontaktus ezeken a kapcsolatokon. Hát szerintem mindkét irányba, tehát ő is mást gondolt rólunk, mert a bulvár sajtóban megjelentettekkel ellentétben azért ő barom jól érezte magát, csak ugye ezt a sajtót nem érdekli, és mondott egy félmondatot, abból meg 3 hétig élt a bulvár sajtó, hogy a Lajos mennyire bántottuk, mennyire rossz volt neki, közben 3-szor visszajött, tehát annyira nem lehetett rossz. De jó arc a Lajos egyébként. Jó, kifejezetten érdemes egyébként a hozzánk fűződő viszonyáról többet megtudni mondjuk a Facebook oldaláról. Az ráadó. Ő Facebook oldalán. Igen, mert ott ő posztolgat, és nem újságíró. Na mindegy, megvárom, amíg bekened a kezed. Hat kell. Most nem. Én nagyon toleráns vagyok tőlem. Ehettek, ihattok, feldobhatjátok a lábatokat, vezethettek farpofával műsort, ezt a 16 perces kézkenést, ezt még egész, nem, ezt nem. Van egy kis száraz. Tudod, hogy az én inger küszöböm azért nagyon alacsony. Már nem, nagyon magas. Nekem is bármit. Nem szeretem, hogyha itt az oldalán is marad krém, mert utána így ez itt megkeményedik, és sokkal nehezebb szétkenni. Tőlem sütemény tehetsz, szamóca lekvára, bármit, de ez a neurotikus kézkenés, és itt negyed órán keresztül ez ettől én megőrülök. Gyűrűs kis. Csinálsz olyan bajtod, akkor belevágod. Másik kéz, mutató, gyűrűs. A mutató középső gyűrűs kis. Üveg. Nem nézek addig, hogy szólj, ha meg vagy. Mert azt így fogom el. Egyébként, nézd meg, figyelj. Körmödet leápolod ilyenkor? Az ujjaim vége, tehát ott alól az ujj lenyomatlan, de én egy picit a köröm alatt. Na, az egy ilyen sarkalatos pont, azt mindig külön szoktam egyébként így. Aha. De jó csinál. Úgy, tehát a hüvely kell a végig az összes új véget bedörzsölöd. És nem akarom jobb. Nézni. Sokkal aha. Jobb így. És engem bántatok mindig, hogy én milyen metroszexuális vagyok, meg a hajvasalom, amit mióta levágattam. Nekem csak a kezem metroszexuális. Konkrétan nem volt a kezembe, meg hogy mennyi mindent használok. Szóval itt soha nincsen semmi. Minden órás, negyed órás kézkenés egy méterről, ettől a falra tudok mászni. Na, meg vagyok. De most gyors voltál, mert most de szóltam, most ez még egészen félig tartott volna egyébként. Kapottam. Hány olyan ember van, akinek tőle egy méterre el kell, hogy viselje a kollégája szörnyű mindennapi szokásait, nem? Gondoljatok bele, hogy mi csak 4 órára vagyunk összezárva. Hát de amikor... vagyunk mi Ferivel. Meg én veletek. Azért nekem se könnyű, higgyétek el. De hogyha valaki 8 órában ül mondjuk ennyire a másiktól, bizony. És van valami idegesítő szokás. Valami jó kis irodában, ahol ott azért nem nagyon tudsz választani, meg nem tudsz kimenni, meg van határozva az ebédidő, meg tudod, hogy mit fél órára tudsz tőle elszakadni, de egyébként ott ül veled szörnyű szemben lett. Minden reggel. Szerintem már úgy vagy, már mész be, és már tudod, hogy idegesíteni fog, nem? Tudod, hogy idegesíteni fog, ahogy reggelizik, tudod, hogy idegesíteni fog, ahogy csámcsog, tehát én attól például meg tudok örülni, ha valaki szürcsöl. A hidegráz. Meleg a tea. De kevés dolog van. Várjon vele! Várj, akkor fogja meg, tehát amikor valaki úgy eszi a levest, hogy szürcsöl. És nem tudom megmondani, hogy egyébként miért, mert hogy azok a dolgok, amik ilyen más emberekben néha idegesítenek, nem tudod az okát, nem? Mert van, aki totális a hideg, egyáltalán nem zavar valaki csámcsok például, nem zavar. De ha valaki úgy eszi a levest, hogy belemeríti a kanalat, oda teszi a kanál hegyét a szájához, és kiszürcsöli belőle, és a borsónál látom, hogy kicsit így megakad a borsót, ott szíve egy nagyobbat, és a borsó is eltűnik a szájába, akkor képes vagyok arrébb ülni. Tehát azt egész egyszer nem bírom. Nem tudom elviselni. Nagyon korán kiszúrta már, hogy engem marhára idegesít, hogyha ő így sóhajtozik meg, így picit túljátsz, hogy mennyire finom a leves, és onnantól kezdve folyamatosan ezt tolta. Nézett engem, és nyá, nyá, nyá. Nagyját, de jó csinálja ezt.
És közben nézett. És persze nem lehetett röhögés nélkül kívülni. Tehát, hogy ezért rögtön elkezdtem mosni. Tudod így, aj, ne létsz, ne má, ne. Persze finom a leves, igen, jó, de ennyire nem lehet jó, ennyire nem lehet finom, ennyire nem lehet mindig megtapsolni egy tál újházi tyúkús leves. De hogy így mi? Kell, mindig nagyon örült. Kell hangja legyen, hogy idegesítsen? Vagy van olyan is, ami nem... Amit nem, engem az is idegesítettetesebb, valaki büdös a kollégák közül. Hát az mondjuk megértem. Tehát, hogy az olyan szinten nem értetlen, tudom ezt értelmezni. Sok embert nem zavar. Valakinek szerintem, ha érzékenyebb az orra, akkor sokkal jobban irritálják szagok. Hogy mi volt a kérdés, hogy kell? Hogy kell, hogy hangja legyen? Az idegesítő dolognak? Például, szinte tulajdonság is lehet, amit a kollégát nekem csinál. Nekem volt egy kolléganőm, egy régi kolléganőm, aki azt sérte, nagyon hosszú haja volt, hogy állandóan a mutató meg a középső ujja közé becsavarta a haját. És így csavar, de egész nap csavart. És nem tudod, hogy miért, mert például engem ezt idegen hagyna, de te meg megőrülsz tőle, meg nem? Azaz. Jani meg egy szexista dolgot lehet. Jó, cuki, de hogy egész nap csavar. Főleg, ha néz is közben. Az nem ja, volt, igen, és nyalogatja a száját, és azt mondja, hogy Jani, megint veled álmodtam. Kicsit túl gondolod ezt a dolgot, igen. Szóval, hogy csavargatta a haját. Igen, de nem volt hangja, meg hát tulajdonképpen, hogy miért ne csavar, de 8 órán keresztül. És nem tudod megmondani. Engem az is idegesít, ha például olyanokkal dolgozom együtt, hogy megyünk valóban a folyosón, és valaki csoszog. Fendült ember, emeld már meg a lábam. És tud, azt hallom, amikor én és ilyen slamposan így, vagy nyár van, és akkor megyünk a papucsba, és így húzza a papucsát, vagy így ez a, és így és rettenetesen csoszog. Hát mondom, ember, 40 éves, nem tudod megemelni, érted? Úgy, rengeteg ilyen apróság van. És már készülsz előre rá, hogyha bemész, ha nagyon irítál, akkor megint akkor... azt fogja csinálni. És ha nem csinálja, akkor lecseszed. Na mi van, nem csoszogsz? Igen, nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen van. Titeket még mi az, ami még tud zavarni, vagy idegesíteni? Most a kollégában, tehát nem mint tulajdonság, hogyha valaki nem tudom ilyen, aha, hanem hogyha mit csinál. A csámcsogás. Na, hát véde, téged irritál a csámcsogás? Igen. Igen? Mert ez a... Léci, tehát, hogy így csukott szája is lehet enni, akkor az elég sokat tompít rajta, meg olyan... Tehát olyan a csámcsogás sok embert irritál így a kollégák közül, hogy ilyen közösebb ételeken, igen. Érdekes, az engem nem. Tehát, hogy azért, mert én csámcsogok, és akkor azért nem. Aha. Szerintem igen, mert nem hallod a többiek csámcsogását, hiszen annyira csámcsog. Tehát annyira erős a szájzaja a számban, hogy egyszerűen elnyomja a csámcsogásom a többi. Mi szoktunk nagyon sokat együtt tenni, csámcsogok? Igen, hát egy picit igen. Na, tényleg? És akkor most már az előbb mondta is, hogy ez zavarja. De miért nem szóltál eddig soha, hogy Bali? Tegyél már egy kis kenyeret a szádba, hogy legalább felszívja a nyálat, vagy valami. Miért nem szóltál, hogy ott azért van egy mert, kis... Mert alapvetően egyébként nem szokott zavarni, hiszen elnyomja a szűrcsögésen. Igen, és alapjából azért nem szoktál szólni, mert annyira csosszogok, hogy nem hallod. Tényleg csámcsogok kicsit. Szoktál. Azt még soha nem mondta. De nem, már volt egy barátom, aki szintén mondta. Mikor az össze-vissza zabálásod, az viszont, de tényleg. Kicsit tehát, hogy átnyúlok ide, letenek. Van olyan, hogy el kell fordulnom az asztalnál. Tehát amikor például bemondjuk értekezleten, és felhozzák a kaját, tehát valakit megkérünk, hogy hozzon fel az ebédlőből a kaját, és azt látod, hogy előveszi meg a desszertet, aztán észreveszi, hogy ott van egy kis sós is, abba is beleszik egy kicsit, aztán észreveszi, hogy még maradt egy kicsit a sütiből, akkor eszik egy kicsit a sütitből. Hiszen az ízlelőbimbók megteszed a sós, és az édes, a sósat teszel, és az édeset, és ezt váltogatod, akkor felerősödnek az ízek. Próbáld ki. Te eszel egy kis édeset, utána egy sósat, sokkal intenzívebben érzed a sósat, majd utána aha, megint az édeset. Na? Ja. Ezt most komolyan mondom. Te megzavarod az ízlelő bimbókat. De érted, hogy csak is branival indít, utána egy kis csirkecomb, és tudod, és így. Úgy a kínaiak egyik is a végén a másik a levest. Így van. Hát, igen. A kínaiak a végén eszik a levest. Igen, ez nagyon egészséges. Nem, de... Balázs úgy eszik, mint hogy az éhen halász szélén áll, tudod, mint amikor ötjek ledobtak egy konténerben némi kaját a ízének. Nekem teher az evés. Igen? Nem szeretek enni. Egy teljesen fölösleges, időrabló tevékenység. Tehát nem elégít ki, mint a legtöbb embert. Hogy, hú, tehát a Jani 10 órakor már nem reggelizik, és délig arról beszél, vállalom, hogy mit fog enni, és belépünk az RTL-nak az éttermébe, Jani kivirul, és csillogó szemmel választja azokat az egyébként nagyon finom, de számomra teljesen jelentéktelen ételeket. És kivirul, és jön, és nézi, és kérdez, és az mi, és akkor fél órát meséltet úgy a padlizsáról, hogy mögötte egyébként 40-en állnak sorba, hogy menj már, ez milyen padlizsá? És ez hogy készült, és az ott mi, és végigkérdezi az összeset, tudod, valami, legyünk gyorsan, legyünk túl rajta, de nekem teher, semmiféle élmény nem okoz. Nem jó leülni egy terített asztal közös. Vannak olyan dolgok, amik jobban, tehát, hogy szeretek enni, de tökre ellenik, ha valaki azt mondja, hogy itt van egy bogyó, azt most
edd meg, és ezzel jól laksz, nekem ez teljesen, teljesen jó lenne. Ízek hiányoznál. Jó, nyilván biztos, persze, meg néha, amikor hazamész otthon anyukád, vagy anyósod, bárki főz, az jó dolog, de számomra kevésbé központi dolog, mint a Jani. Tehát Janinál mondom, hogy 10-kor reggelizünk, már együtt már van, dehogy is, mindjárt ebéd. Hülye vagy, 3-4-10 van, mi az, hogy mindjárt ebéd? Fél egykor fogunk enni, hát az arra imára készülök. Mert rendesen reggelizik. Nekem nagyon fontos, én kevés kiábrándítóbb dolgot tudok, mint egy elszúrt ebéd, vagy egy elszúrt étkezés, amikor rosszak, tehát amikor azt tudod, hogy igazából nem az, hogy nem elég bonyi, meg nem elég gurma, meg nem tudom, tehát hogy nem azért, hanem hogy rosszul van elkészítve az étel, és azért lehet egy sima tök főzelék is megeszni, és így, ah, Istenem, borzasztó. És most hál' Istennek, mondjuk így nyerőszériánk van bent, mert hogy jó, én most jó. Most jó. Egyébként tényleg, tényleg jó. Igen. Na nézzük egy-két SMS-t, hogy milyen emberek kikkel dolgoznak együtt. Ugye itt a kézkenegetésből elindultunk, hogy az ember 6-8 órát együtt van a kollégájával, biztos van valami olyan, amitől meg tud örülni. Tehát, hogy ha hentes, ha zöldséges, ha irodai munkát csinál, bármi, mindenhol emberekkel vagyunk körülvéve, mindenhol vannak idegesítő szokásokkal ellátott kollégák. Én ismerek valakit, aki folyton szuszog, mint ha aludna. Egyébként ezt ismerem, ezt a típust. Ül melletted egy méter, és... Tudom, az ember, hát az orrsövényedre ráfér egy bozótvágás. Igen. Valami csinál. Majd kifújt a szél a szemem. Igen. Az mi lehet ott? Fél, hogy megfullad? Vagy hogy elszívod elő a levegőt? Vagy ott mi történik? De ismerem, tudom melyik típus, igen. Azt mondja, írják a nyál gömböcskét a két ajak között. Arról nem tehetnek egyébként. Szerintem az nem rossz szokás, az csak egy zavar, hogy nem nyered a nyáladat, igen, nem? Ide kiül, beszél és kiül. Hát a legszebb, aki buborékot is fúj. Volt olyan kollégám, aki annyira nem tudta lenyelni a nyálát, hogy minden egyes B betűnél fújta a buborékot. És az csapódik. Kemény. Az nagyon az kemény tud lenni, igen. Én a nyálhúrtól vagyok egy kicsit ki. Ismeritek azt a típust, aki elkezd beszélni, és utána megjelenik az alsó-felső ajakak között, de nem buborék, hanem nyálhúr. Van nyálhúr. Igen, de az inkább azért olyan tulajdonság, ami nem idegesítő, arról nem, tehát nem tehetsz. Hát nem olyan, mint a csáncsok, meg a csoszok, meg a nem tudom, hanem egyszerűen nem tud legyenni a nyálad. Nem? Hát de mi az, hogy nem tud legyenni? Hát, hogy mit tudom én, ha nem tudom, mit rákod a körmödet, akkor azért az tudatosan csinálta. Ha valaki beszélőszköző nyálhúr van a szájában, aha, hát azért az nyilván nem ő a nagy nyálhúr húzó ember, aki arra edz, hogy minél nagyobb nyálhúrok legyenek a szájában, tehát effektíven nem direkt csinálja. Ha mondod neki, finnyelj már egyet. Nyelj már egyet, mert... Jó, legyünk őszintén, az emberek 85%-a nem mondja. Tehát nem szólsz rá senkire, hogy nyelj már egyet. Nem? Nem szólsz az orra olyan, hogy haver, valami pici van, picit. Nem nézel oda, beszélgetsz vele, de hát nem szólunk. Mi is oda nézel, hát oda vonzza a szemet. Igen. Anna, mire jöttél végre? Engem a tudod mi ideges? A kéztördelés, mikor valaki lazítja ki az ízületét, és roppan egyet az ujja. Na hát én ezt például naponta megcsinálom a fiúk előtt, és egyáltalán nem idegesítő. Baromira nem. Igen? Jaj, nem. Olyan szinte, mint amikor a táblán húzza valaki a körmét. Ne csináld ezt, nem. Nem. Annyira olyan rosszul vagyok tőle, és ismerősöm gyakran így megáll, velem szembe beszélgetünk, és közben így lazítja ki az ízületét, és minden ujját így módszeresen hát hamar szeretne elválni tőled, valószínűleg így. Igen, nem kiszúrta tudom. Már. Nem biztos, hogy kiszúrta, hogy ezt csinálja az szerintem. Jézus. Igen, most elküldöm az Annát. De tényleg, az nagyon durva szerintem. Na nézzük akkor, hogy mit írek a hallgatók. Nekem a főnököm piszkálta naphosszat az órát, én előtte ültem, mert ott teszteltem, így egy hallgató. Az én kollégám percenként vakargatja a zsákot nagy terpezben. Jól nem tudom, mit csinálnak egyébként. Az én kollégám csámcsok, szürcsög, és mindig ugyanazt eszi. Ki tudnám nyírni? Írja egy hallgató. Azért az milyen, amikor minden nap ugyanazt megeszi? Borsófőzze. És bekéri. Bekéri. Anyunak a fogához koccan mindig a villa. Ő ugye nem kolléga, de megőrít, írja Judit. És úgy húzza le a falatot is, hogy mögé harap, és végig húzza a villát a fogán. Igen, az is kemény. Az én kolléganőm egész nap a szájáról fejtegeti le a bőrt. Üdv Zsuzsa. Van egy középkori kolléginám, aki minden egyes reggel befújja magát egy citromos légfrissítővel, vagyis ahhoz hasonló sprével, és ezzel nyomja el a tesztszagát, mindenki megfullad mellette. Valé 8 órában vagyok kénytelen elviselni a kolléganőmet. Hümmök kaja közben, kaparja a joghurtos poharad, amíg van benne egy pöttyi joghurt, és nagyon hangosan beszél. Egyébként ez te vagy megint, te jó, hogy írják.
A joghurtos pohár. Ez az utolsó cseppet is kikaparom a pohárból, és még ha kaparom, és még, és ott egy pici, de látlak magam előtt konkrétan, amikor eszel valami joghurt, csokikrém, bármi, lekvár, és akkor kézzel, akkor még a villa egyik hegyével, akkor még egy fogpiszkáló jobbra húz, balra húz, teteje összehajtogat, joghurtos doboz összenyom, külön szed, kidob. És ülök ott. Nem szeretek ételt tudom, és környezetudatos vagyok. Ki van fizetve? Az utolsó grammim. De ez igen, ez erről szól? De szerintem nem, csak egyszerűen ez egy ilyen, ez is egyfajta ilyen, nem tudom, kényszeresség, nem? Mert normálisan, mert megeszed a joghurtot, kettőt húzol rajta, érzed, hogy nem jön, top, kidobod, nem? Ne gondold, hogy ez nem lesz levágva. Már micsoda, hogy le lesz vágva. Ne gondold, hogy nem lesz levágva. Te is egyértelmű, hogy le lesz vágva. Ez le lesz vágva? Mert tudod, mennyi benne marad, mikor már csak... Persze, gazdaságtalan. Sziszeg, le kell vágni. Azt szerintem, az viszont nem baj. Tehát, hogyha a kézkrémnek a tetejét levágod, abban még sok simán. Van. Minden hát kiszedek belőle. A joghurtos pohár nem mindent. Jön. Hát ugyanez. A 10 percig a joghurtos poharat kaparom, amikor már nem jön bőle semmi, ez nem ugyanaz, mint hogy a kézkrémből még kinyered a maradékot. Tehát azért ezt megértem, hogy ezt levágod. Persze. Ez jó. Nagyon sok van benne. Hagyd abba, Feri, hagyd abba. És valamelyik nap is kaptunk ajándékba egy rakás jó minőségű kézkrémet, és mindenki azóta feneget. Jó, de jó illata van. Na most már be kéne nézni. Igaz, srácok, kézkrémet. Milyen jó. Nagyon jó. Jó, nem, úgy értettem, nem az enyémből. Van itt még. Kézkrém is. Kézkrém így vagy? Aha. Ma le fogok ülni melléd reggelizni, vagy ebédelni, és olyan leszek, mint úgy fogok csámcsogni. Ó. Oda csöppent? Egy kicsi a laptopra. Nem, de a két betű közé, tehát be tud folyni az alaplapra. A G, a H és a B betű közé becsöppent egy kevés. Az egyik kolléganőm konkrétan szopja az ujját. Júj. Ott is van valami elfolytás. Mi? Igen, ott valami kimaradt. Nincs rendben. Én attól kapok idegroncsot, amikor a másik a fogával húzza le az ételt a kanálról, vagy a villáról. Az is nagyon-nagyon kemény lehet egyébként. Azt itt most ismerjétek, aki nem hiszel, hogy elvágta már a rántott húst? Van ilyen kollégánk? Metéli, és akkor már így tudod, hogy figyelj, már tányérnak a felénél tartasz, mindjárt átvágod, bakker, és még mindig. És akkor elvágta. És utána a következő falatnál meg megint elkezdi, és komolyan, mintha nem tudom, mit kéne szétvágnia. De mitől fél, vagy mit érez, vagy nem, mire gondol? Nem, hogy biztosra akar menni. Szerintem ott az van, hogy egyébként van benne egy kis frusztráltság, hogy adott esetben úgy kell majd felemeli a húst, és akkor jön vele az egész. És magára és akkor rántja. Majd elkezd magára rántja, meg rágnia kell, mert hogy ez nem, ő szétvágja, és minden egyes falatot fecnikre írdal. És látod rajta, már szemeden előtt látod azt, hogy így forgácsolódik szóna széje a porcelán. Borzasztó. A kolléganőm úgy rágózik kérőzve, mint egy kecske nyitott szájjal. Én olykor elméleteket gyártok, hogy fogom kinyírni. És durrogtat is? Azt nem írja. Azt nem írja, igen. Van, aki írja, hogy a mániákus durrogtatókat is meg tudná ölni. A női körömrágással mi van? Kérdezi Balázs. Azt mondja, engem egyáltalán nem zavar, hogy nő rágja a körömet. Nem szép látvány, de nem irritál. Nem? Hát ez egész nem. De várjál, máshogy undorító, meg máshogy irritál. Nem szép. Aha. De zavar? Tehát meg tudsz tőle bolondulni? Ja, meg nincs nagy hangja. Bár ahogy lepattan a körömről, a két fog csak össze, azért lehet hallani. Igen, én egyedül dolgozom, egész nap szellentek, meg tudok örülni magamtól, írja Csaba. Na, az a ciki. A volt osztálytársam az orrából fújt lufit, és utána felnyúlt a nyelvével, és kipukkasztotta. Igen, nem. Kanadában él egy férfi, aki 533 gyermeket nemzett. És ezzel ő a világ legtermékenyebb sperma donorja. Ja, tehát, hogy nem a normál úton, hanem hogy leadta az anyagot, és a hölgyek megmentek. Akkor is szép. Adda, gyönyörű. Nem is tudom, hogy lehet-e, mert nálunk például nem lehet, nálunk van egy szabály, hogy ugye ha adsz le anyagot, akkor azt nem tudom hány, most mondok valamit, de mondjuk max 10 nőnek adhatják ki ugyanazt. Igen, de a történet egyébként nagyon helyes, ő egy lengyel hentes, aki elment Kanadába, mint bevándorló, és az édesanyja beteg lett. Halálos beteg lett. És az utolsó kívánsága az volt, hogy eljusson Velencébe. Mert itt szeretne még egyet gondolázni. És a történet úgy szól, hogy a Palinak nem volt pénze,
de pénzt kellett szereznie, és a hentességből ez soha nem jött volna össze ez a pénz. Jelentkezett spermadonornak, és 20 ezer dollár értékű anyagot sikerült szolgáltatnia, amiből egyébként elvitte az ő drága jó anyukáját gondolázni. Bocsánat, hát egy lövésre? Ne, azt nem hiszem, folyamatosan. Ugye, azért az jól fizet. Folyamatosan járt be, és én voltam most valamikor moziban, amikor ezt a szörnyű Justin Timberlake filmet láttam, és ezt meg is filmesítették ezt a sztorit, tehát lesz. Aha. Ez egy igaz történet, amiből a film készült. És 500 gyermeke lett a Palinak. És mindezt azért, hogy az anyukáját el tudja vinni gondolázni. Hát nem, az 50 gyerek elég volt a gondolázáshoz, de aztán rákapott az ízre. Aha, és... igen. Mondjuk nem lehet könnyű egyébként. Úgyhogy közben mindig az anyjára gondol az ember. De ez milyen, amikor mondjuk rájössz, hogy igen, az úgy nehéz egy kicsit. Igen. Mami. De most ne ezen akadjunk, értem. Próbáljuk tovább gondolni a dolgot. Hogy te ugye, mondjuk ezt megcsinálod, elviszed az édesanyját, a dolog megtörténik. De mondjuk 2 év múlva megkomolyodsz, vagy felnősz, vagy azt mondod, hogy mégiscsak szeretnéd tudni, hogy hány gyermeked lett. Hát vagy 2 év múlva előjön a mama azzal, hogy látni szeretné a Kolosseumot. Vagy de egyébként a párizsi Eiffel-torony se rossz. És akkor minden kezdődik előről. Bemész és megkérdezed, hogy mi lett. És azt mondják, hogy 533. Tételezzük fel, hogy nem anonim a dolog. Megkaphatod mondjuk a címeket. És szeretnél találkozni legalább 200-zal. Mert tudod, hogy van 533 gyermeked valahol a világban. Akik rohangálnak, nem tudnak rólad. De szeretnéd őket megismerni. Azért az komoly meló. Hát, nem? Ha? Ahhoz meg kell szabad idő. És mennyi unoka? Tehát azt gondold el, hogy ha közben unoka lesz, vagy a gyerekeknek gyereke, ugye hát az a te unokád már, akkor az mennyi ember, aki egyébként tőled származik? Ha csak 2-vel számolod, az megint egy 1000-es, akkor 1500 a tevéred, úgyhogy azt se tudod, kik ők. Tök jó lenne, hogyha őket egy helyre lehetne hozni, és akkor mondjuk te lenne, ez is lenne Balázs falva. És ott élne 500 klón, vagy hát nem is klón, de 500 gyermek, hát ugye ott még jönnek az anyai gének. De hogy tulajdonképpen, hát és apaként tekintenének rám. 2 összefut és egymásba szeretnek, egy lány meg egy fiú, akkor mi van? Ők ugye nem is tudják, hogy ki a biológiai apjuk. Gondolom van szűrés vagy szórás, nem? Hát de most ezt 5 év alatt megtörtént, tehát abban pont benne van, hogy összefut. Igen, hát ha van 500 gyerek, azért azt a szétszórod a világba, kicsi ugyan a matematikai esély egy a sok-sok millióhoz, de mégis, mi van, ha azok találkoznak? Akkor a 2 tesó egymásba szeret? Aha. És úgy szeretsz bele egy lányba, hogy egyébként nem tudod, hogy ő a húgod? El kell áruljak valamit, lombik vagyok. Én is. Igen. Ha? Honnan? Ezt Kanadából. Mondtad, Feri. Én is. Ja. Egy rendszeresen olvasom a Facebookon. Mit tudsz az apádról? Nem sokat. Én se. A tiéd mi volt? Hentes. Az enyém is. Itt már egy kicsit. Honnan jött? Az enyém Lengyelországból. Ah, az enyém is. Ugye? Hogy? Kérdés, hogy tudhatsz-e bármit? Hát szerintem nem nagyon tud semmit. Nem tud azt semmit. De szerintem féltestvéreknél már nem játszik. Hogyha nincsen ilyen érzelmi kötődés, meg nincsen információ, akkor ott azért olyan nagy problémák nem lehetnek. Hogy elveszed a húgodat? Apai gének. Hogy elveszed a saját húgodat? Arra gondolsz, hogy nem lehet probléma? Hogy nekünk, te mondjuk lány vagy én fiú, közös az apánk és egymásba szeretünk? Azért nem örülnék a csókcsata után ezt valaki velem közölni. Most mondom, hogyha nincsen információd róla, tehát fizikailag nem lehet belőle probléma. Tehát, hogy koromoszomák nem egyeznek, vagy ilyesmi, tehát, hogy abból nem lehet probléma, azt mondtam, ha nem tudsz róla. Hát probléma sosem abból van, hanem az utódszületésből. Tehát a probléma abból nincs nagyon. Tehát, ha te húgom vagy, és mi szexelünk egyet, abból nagyon sok probléma nem lesz. A gyerekből. A gyerekből lesz. Na, abból viszont lehet, ha tudod, ha nem. Akkor ne szexeljük. És azt mondom, tehát a probléma nem abból van, hanem az, hogy nektek közös gyereketek születik, és nektek senki nem mondja, hogy egyébként a saját húgod. Ott biztos, hogy tehát, hogyha ha ilyesmiről szóval azt mondta, hogy minimális információ áramlásnak kellene lennie, De erről beszélünk. Hát van egy csomó olyan család, ahol ezt a gyereknek nem is vallják be, hogy biológiailag nem az apuka, vagy nem az anyuka, ugye, petebeültetésnél. Tehát egy csomó olyan ember van, aki úgy nő fel, és nem is kell feltétlenül tudja, mert ugye az apához való kötődés, az nem kromoszóma, az nem gén, hanem azért, mert vele élsz. Tehát attól neked ő lesz az igazi apád, hogy nem az ő hímival sejtje van. Nézzünk egy másikat, mondjuk nem az apa akarja megkeresni a gyereket, mert adott spermát, elvitte a mamát, letudta az egészet, hanem majd a gyerek dönt úgy, hogy elkezdi megkeresni az apukát.
és egy ártatlan októberi estén egyszer csak csöngetnek. 400-an. Nem, becsönget egy valaki, megöleled, megtalálod. És onnantól kezdve minden ártatlan estén csöngetnek még. Másfél éven keresztül. Mi másfél éven keresztül csöngetnek neked még, hogy apa én is. És mondjuk, ha ez kiderül, akkor rájössz, hogy van 500 gyereked. Azért ott egy karácsonyi húzás elég macera, nem? Kit húztál? 426-os, te 122-es, lepjétek meg egymást. Azért az nagyon kemény. Viszont elég sok ajándékot kapsz te is. Hát igen. Hogy megy ez? Ki volt már? Adtatok már valaha? Nem, senki? Nem. Nagyon szűk markú vagyok. Gondolkodtam rajta, hogy... orvosi vizsgálat van, azt tudom. Az van, igen. Komoly, és akkor a kémcső és te. Így kettesben vagytok. És az melyikünk kipróbálhatná egyébként. És akkor legalább... Szívesen rátok hagyom. Ráadásul tudnánk. Igen, mert te ettől óckodsz. Én nem. Nekem ezzel semmi gondom nincsen. Szívesen meghallgatom az élménybeszámolót. Menjetek. Menjünk együtt felé. Jó, de egy szobába. Van képünk a pasiról? Ő a hentes? De hát ez nem is fontos, de nem is fontos, hiszen az anya... Helyesádsz. Tehát te nem úgy választasz, hogy bemész. Nem, te jelzőket kapsz, tehát bőrszínt kapsz, magasságot kapsz, különböző kódok alapján. Ezt egyszerűen erről már beszéltünk, tehát megkapsz ismertető jegyeket, gyereket, de nem kapod meg egyértelmű, hogy igen, így és így hívják, itt és itt lakik. Tehát azért, amikor az 500 anyukam a gyerektartási pert indít, azért az picit húzos lesz. Egy hentesi fizetésből azért, hogy picit megrotsz egyébként. Akkor jó volt a szemét, most nem akarsz fizetni? Na de egyedül voltam egy szobában, asszonyom. Igen. Hát azért én összejönnék a hugommal a gyerekek. Van hugod? Nem, csak ha lenne, megtudnám, hogy mélyünk. Még... Még mi van, ha én a Viki öccse vagyok? Na tessék. Hát. Vagy a béka, vagy a béka a hugod. Hirtelen, csak gondold át, Vázsa, te kiderül, hogy a béka a hugod. Oh. Ugye? Azért átgondolod a romantikus estéket, amiket együtt töltöttetek, nem? Na most már két gyerek után meg főleg. Most már ajánlott, hogy akkor már mindegy, azt mondod, hogy vagy mindegy. Jó, akkor ne csináljunk többet, de azért csak másként néznél rá. Azért az információ utáni első szexnél azért csak eszedbe jut, nem? Hugi, okay. Eddig nem mondtad. De jó van. Hugi, az iskoládat, tehát kutyafádat. Keressük már meg együtt a fater. Visszakeresni se lehet, ugye? Az se. Nem, semmit nem. Akkor menjünk már eladni anyagot. Nehogy adjatok. Miért? Minek? Mind de ez egy tök szép dolog. De lenne 500 olyan ember, aki egyébként arra gondol, hogy neki vajon ki lehet az apja. Nem, ez szerintem ez nem. Az enyémben mondjuk legalább 1000 lenne. Egy motes vagy a köcsém, érte. Lemarom a gizkat. De tehát maga a tudat, biztos segítesz vele, meg persze azoknak, rengeteg, aki... Tényleg rengeteg meddőhölgy. De sokkal több sperma van, mint ahány meddőhölgy. Hát itt meddő úr kell, úr, hogy legyen, ugye? Mert a meddőhölgyön te nem nagyon tud segíteni. Igen, ráadásul. Tehát az nem annyira jó. Hát igen. De nem, szóval, hogy gondolod, hogy elmész adni, és rájössz, vagy nem rájössz, de utána szerintem azon gondolkozol, hogy neked valahol genetikailag, a te véredből, a te genetikádból, neked valahol lehet, hogy 20 gyerek rohangál belőled. És soha nem fogsz velük találkozni, soha nem tudod, hogy kik ők, nem? És amikor megnő, akkor elképzelhető, hogy megismered? Például, hogyha te gényeidet öltöltek. Hát, ha nem nő, meg megismered. Miért szembe New Yorkban, nem tudom, ott a Times Square-en. És a gyerek olyan, mint én voltam. Hát, ennek azért viszonylag matematikailag kicsi az esélye. De akár még felismerhető is lehetne. De ott van például Arnoldnak, hát a vonásairól. Ott van például Arnoldnak az Abi gyereke, aki ugye a kis babysitter hölgy után született. Aha. Egy az egybe az apja. És láttam róla egy fotót gyakorlatilag. Dehogy is. Akkor három. Nem? Hogy lenne a három? Ez régen történt. Mennyi? 17. Ja. Három volt 14 évvel ezelőtt. És onnan ismered meg, hogy 200 anyó fekve. Ránézel és egy az egybe. Mikor 500 gyereknél, azért amikor az anya elmondja a bűvös vonatot, hogy beszéld meg apáddal, nem? Azért az, az megszólal a telefonod, és egy éven keresztül csak várakozás üzemmódba tudsz beszélni, mert folyamatosan mindenki veled akarja. De maga a történet nagyon helyes, tényleg elvitte az anyukáját. De 530 gyermek, de akkor honnan tudja?
Tehát, hogyha ez a dolog titkos, akkor honnan tudja, hogy 533 gyermeket nemzett? Hogy hogy lett ebből film, igaz történet alapján? Ő bement és megkérdezte, hogy csókolom, hány gyermekem lett? Csak neki 533? Hát számot azt tudhatsz. De ez tök titkosan zajlik, akkor te azt sem tudhatod, hogy te kinek adtad ki, vagy neked a spermádat kinek adták ki. Hát egy, ha teljesen titkosan zajlik, nem tudhatod meg. Hát nem is tudja, hogy ki az 533 gyerek, csak annyi tudja, hogy ennyi, hogy annyi sikeres beültetés volt. Lehet, hogy felkerült az, akikre büszkék vagyunk táblára, vagy lehet, hogy kapnak egy aranykarórát 500 után. A donorok. Na most kérdés, hogy 533 milyen embert szabadítasz te magadból a világra, nem? Csak jót. Biztos, hogy szűrnek. Tehát kell pszichológiai teszt, egy csomó minden, gondolom én. Rejtett agresszió? Hát most így, ha gondold el, igen. 533 hentes vénával megáldott. Hentes késsel minden boncoló ember rohangál most valahol. Tényleg elmennétek adni? Simán. Próbálnám. Jövő héten. Ja, még nem jó. Kicsit sok a terv megint, srácok, csak mondom, hogy picit megint jönnek a feladatok. Síelés, focizás, spermaadás. Yeah, szerintem ez egy szép dolog. Spermadonorokra szerintem csak hálás szívvel gondolhat mindenki, aki él ezzel a lehetőséggel. De lehet, hogy leadod, és 10 évig nem is keresi senki a spermádat? Tehát neked meg lesz a jellemzésed, hogy körszakállas, mint tudom, kopasz, magas, szemüveges, zenére érzékeny, táncolni kevésbé tudó, vegetáriánus, a falmászas nagyon szereti. Nem, meg, és akkor szólnak, hogy megvolt az első apuka, gratulálunk. Vagy hogy? 10 év után bejössz és megkérdezed, hogy na mennyi volt? Keresem vadon úr egy pillanat. 26. Köszönjük. De ez hogy van? Ott nincsenek ilyen paraméterek, amik meg vannak adva az a párról, a donorról? De, most mondtam el. Most mondtam el, de van. Na, hát az alapján engem ki fog választani? Le leszek fagyasztva valahol valami ízével, hogy raktának a mélyén. Ugyanez volt a kérdésem, hogy honnan tudod, hogy mikor választanak? Szerintem engem nem választanának. De most miért egy alacsony anyuka? Hát az alacsony anyuka az magas fiút szeretne, vagy gyereket szeretne. Igen. Vagy kislányt, vagy tök mindegy. Hát senki nem akar alacsony gyereket. Most a gyereket. Virág már túllőtt lassan mindkettőtökön. Az igaz. Az igaz. Milyen jelző lenne a mi donoristánkom? Hát a tiéden semmi, mert te nem mész el. Én nem. De most képzeljük el, hogy mi lenne, ha lenne. A tökéletes, te nyilván ez alatt. Nem, dehogy is, nem, mit tudom én, a magas, de mit írsz be? Fekete ajú, magas, igen. Enni, élni, nagyon szerető, igen. A táncot, de nagyon. Na, imádó, latin temperamentummal megáldott, kiváló spermájú fiatalember keresi megszületendő gyermekeit? Így van, ennyi. Bár én nem is lehetnék egyébként. Szemem miatt jut eszembe. Miért? Hát mert ez öröklődhet. Nem mond már. Na de egy csomó rejtett betegséged is lehet ezek alapján. Tehát de a fatalának rossz volt a szeme? Persze. Most valakinek van egy rejtett Gilbert kórja, érted, és rosszabb a mája, vagy nagyobb a bilirubin szintje, hát attól most az kiszűrik, van egy vérvétel, minden? Igen? Vért. Illetve majd beszámolunk, ha elmegyünk, azért próbát meg. Á, Feri szerintem tök kapos lenne. Én most egy kicsit elszontyolottam, mert tényleg rájöttem, hogy nem nagyon választanám. Szerintem neked ez nem lenne. Szerintem ez nem lenne jó neked egotripként. Bemennél, hogy elnézést, 10 év adtam spermát, szeretném látni a kartonomat, vadon úr. Egyelőre nincs karton. Feri. Egyelőre üres a kartonja, kedves János, jöjjön vissza 10 év múlva. Hát, ha valaki beválasztott. De miért gondolod, hogy nem választanak? Szerintem sok. Véletlen elvitték, de visszahozta. Igen, nem volt jó. Viszont a Rákóczi úr, őt viszik, mint a folyékony cukrot. De miért? De te lehetnél. Én tudnék rólad egy nagyon szép jellemzést írni. Úgyhogy szerintem csajok beválasztanának. Az a baj, hogy a 165 centi miatt nem vinnének. De nem azt írnám, hogy 165 centi. Kopaszodásra hajlamos. Nem, azt írnám, hogy diszkréten mély növésű. Ez diszkréten. De miért? Hát nálad vannak alacsonyabb emberek. Diszkréten mély növésű, a metalzenét nagyon szerető, rendszerető, hűséges. Várjál, diszkréten mély növésű, hogyha azt mondod, hogy diszkréten mély növésű, miért van tolakodó a mély növésű is? Igen, van, aki ezt Danny DeVito bántóan alacsony. Te diszkréten vagy mély növésű. Bántó, te téged zavar? Ez őt zavarra kell Tehát Danny DeVito bántóan alacsony, nagyon kövér, ronda, kopasz, ám de nagyon gazdag, híres hollywoodi színész. Ott is vannak olyan dolgok, amik megszépítik. Téged nem. Téged így jellemeznélek. Diszkréten mély növésű, a metalzenét nagyon szerető, rendszerető, precíz. Szexintar. Szexintar. Ilyen dolgokat. Így szerintem kellenél. Nem mindenki csak a nagy darab pasikat szereti, vagy a magasakat. Tehát, hogy rosszul állnánk. Eleve a kopasság az a nőknél vonzó. Mert azt mondják, hogy az kopaszodik meg, aki potens, akinek sok a tesztoszteronja. Férfi az én szeretem a kopasságot. Bejön a rippel, vagy alul. Ja, jó, hát a
alul igen. Nos, ha papa például híres lesz a film után, mert hogy megfilmesítik, és dollármilliókat keres, akkor te lehet, hogy beülsz úgy a saját apád filmjére, hogy nem tudod, hogy te a saját apád filmjét nézed? Mondjuk jó unalmas film lesz, már egy láttam. Én láttam a bemutatóját, érted? És azt mondod a nőnek, akivel együtt élsz, aki lehet, hogy a te hugod. Gyere, van egy jó film. Valami hülye fószerről szól, aki adott, és beülsz, és végignézed a saját apád filmjét igaz történet alapján, zabálod a popcorn, és nem tudod, hogy a te apád filmjét, hogy az apádról szól a film. Azért az meg is mennyire kemény. Nyilván benne lesznek a gyerekek. Benne vannak a gyerekek, arról szól, hogy folyamatosan keresi meg a gyerekeket. Aha. Elég, azt mondom, Adam Sandler játszik be, elég bugyút a filmnek. Nem áll. Innentől kezdve én már belehajoltam így a nachoszos tálamba, és nem néztem föl többen. Nem biztos, lehet, hogy most keverem, de tudom, hogy egy ilyen vígjátékszerű filmet csinálnak belőle. Aha. És megnézed a filmet a saját apádról. Na, elmész adni? Menj már el, kíváncsi vagyok, hogy hogy zajlik. Elmegyek, de tudod, miért jó az adás? Mert egyébként bevizsgáltatják, nem mintha szükséged lenne rá, de például el tudják mondani, hogy ha a herékben ugye kevésbé mozgékonyak a spermák, akkor étrendváltozás, több sport, mondjuk ez neked nem kell, mert jó leszel, meg sokat mozogsz, de hogy megtudod, hogy azért így 50 felé körülbelül mennyire élénkek még a srácok. Csapkodnak-e még jobban? Fizetnek ezért neked itt van? Persze, van egy kis ellentételezés, hát 20 ezer dollárt nem fog összehozni csak egy szolid 120 év alatt. Tehát annyit nem fizetnek, de valami kis forintot adnak. Mennyire durva lenne kiderülni, hogy steril vagy. Tehát azt mondnák, hogy igen, 10 éve teherbe ejtett, én nem nézettem, nem is mondjuk ide. Arra lennék már steril. De ez nem ciki. Vincel ciki életképes, hogy belemászik a zsebkendőbe. Hozzá se kell nyúlni. Tehát olyan durva lenne, ne haragudjon. Nagyon jó karban van, fizikailag kiváló. Azok a kicsi fejek ott nem mozognak. Azok úgy elustultak, hogy azok nem akarnak megmozdulni. Headbangerbe jönnek a világra azok a kicsi fejek. Életre kelthetőek egyébként. Megnézem. Akkor ne adjál, csak vizsgáltass be. De hát az bele kell adni. Nem úgy értem, hanem hogy ne engedd utána, hogy örökbe fogadjanak téged, bármint a kicsiket, hanem hogy csak vizsgálják be, hogy mennyire mozgékony. Érdekes történet azért ez, szerintem. 533 gyerek. Elmegyünk. Feri, elkísérsz? Persze, kézen fogva. Érted? Hát valakinek majd hoznia kell az új Petri csészéket, érte? Szétlen. Még hozzanak! Nem bírunk vele! Igen, elszabadult. Állítsák meg. Ez izgalmas lehet. Na jó, van, teljes helyes történet ez. Minden esetre a történet pozitívan záródott, elvitte az édesanyját, ez azért cuki. Sikerült, és elvitte a beteg anyukáját Velencébe. Látta őt gondolázni, és happy end a történet vége. Ebből a szempontból legalábbis. 9:30 múlt, pontosan 7 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz pontosan 2 perc, szóval hello mindenkinek, Feri elment, de mi még vagyunk 10-ig. Egyébként arról még nem beszéltünk, hogy honnan tudod, hogy a te gyereked van. Tehát beszéltünk arról, hogy a mi tulajdonságainkról, de hogy honnan ismered meg, hogy a te gyereket, a Feri gyerekét honnan lehet meg, és hogy ez a Feri gyerek a te gyerekedet, vagy az én gyerekemet, ha mondjuk elmennénk spermát adni. Nem? Hát, az ennyi, már... az ennyi onnan indul, hogy 500 nehéz szülés, nem? Tehát innen tudod, hogy megint nehéz szülés volt a Nagytindényi úton. A gyerek 4 kiló, 3 a feje, ott vagyok, köszönöm. Bejelentkeznék, hogy egy már megvan. A te tied, de mi lenne? Mit csinálna? Az enyémel mindenhol elmászna. A tiéd egyévesen nem fölmászna, de valahol. Az Empire State Building tetejéről szedték le azt az egyéves gyereket, aki imád mászni. Feri? A Feri gyermeke állandóan, hogyha kisfiú lenne, kikezdene a konyhás nénikkel. és mindenhol sírna, csak a konyhába tudnák lenyugtatni. Ezt feltűnően mozgatna a női sálak iránt. Igen, a szürke női sálak iránt rózsaszín ingel. Egy évesre a gyerek csak akkor hallgat, mert ha a rózsaszín inget kapna szürke sállal. Igen, hát nagyjából így lehetne ezeket megmondani, hogy kinek a spermája volt a legsikeresebb, igen. A Feri gyereke csak kolbásszal játszana, nem? Igen, és császárszalonnával. Tehát adnál neki egy abakusz, nem értené, viszont a kezében nyomná egy császárszalonát, meg egy kolbászt, azonnal elindulna. A tiédet csak magnéziumporba lehetne altatni. A Feri gyereke biztos, hogy nem építene homokból várat, mindig csak homoktortákat készítene. Csak főzne, igen. Na, hívjuk a naphallgatóját. Semmi nem ösztönzött arra, hogy focizzak, ha értitek, mire gondolok. Pedig olyan jó egyébként, ez a futás tök monoton, de ha nem vagy jó, többiekkel, dumálsz, röhögtök, focizzak. Nem láttam mostanában jó meccseket.
abból kevesebb van itthon, igen. Morning. Az bizony, jó reggelt! Hello, szia Balázs! Hello! Attila vagyok. Hello, Attila. Yeah. Na nézem, hogy mit írtál. Hol hallgatsz minket, Attila? Kérlek szépen, én most Ausztriában dolgozok. Ausztriában? Mit csinál? Egy kukoricatarlót feltépőzök. Kukoricatarlót? Őrzöl? Igen. Őrzöl? Nem őrzök, szártépőzök. Tehát le kell róla veretni, aztán megmaradt. Szártépőzöl. Ja, megmaradt részt leszedegetett. Traktorozok. Traktorozol. Na, ugye itt a spermadonorságról beszéltünk 9 után egy kanadai történet alapján. Ami egyébként tényleg egy helyes történet, ugye egy kanadai fiatalember, aki úgy vitte el az édesanyját Velencébe, hogy végül is spermadonor lett, összeszedett 20 ezer dollárt, és a haldokló édesanyjának meg tudta még utoljára mutatni Velencét. Aztán ugye a történetből kiderült, hogy 533 gyermeket nemzett, és ezt a történetet meg is filmesítik, nem sokára moziban is lesz, ezen igaz történet alapján. És arról beszéltünk, hogy kinek mi lenne a jellemzése, meg hogy ki mit írhatna be magáról, és ugye őt, Janit Ferit jellemeztük. És az, Jani mondta, hogy elmegy kipróbálni ezt a dolgot. Igen. Mert egy nagyon szép dolog. És jött egy biztató SMS Jani felé. Jani, ne bánkodj, az üvegcsében egyforma leszel Ferivel. ha és amennyivel Feri is elmegy. Ati, te vagy a naphallgatója. Király. Köszönöm szépen. Van egy ajándékcsomagod is. Ó, azért írtam. Azért köszönöm. Ez lett volna a cél, hogy megszerezd? Maná, szerinted? Na. Meg azt, hogy hallgatok bennetek egész nap, egész jók vagytok. Na, köszönjük szépen. Én köszöntem. Egész jók? Azt mondtad, hogy egész jók? Egész jók vagytok. Mi is úgy hallottuk, hogy te is penge vagy szártépésben. Igen. Figyelj, ha te szoktál Pesten járni? Egy évben egyszer-kétszer, mert egy nagyon klassz kis étterembe szeretnénk téged eljuttatni, annak ellenére, hogy nem vagy pesti. Mi elküldenénk neked ezt az utalványt, egy brutál jó Budapesten megtalálható amerikai étterem. Jó, nagyon szépen köszönöm. Azért el fogok menni, biztos. És ha valakivel jöttök, ketten, vagy akár egyedül is, beugrasz a harmadik kerületben, van sztékek, brutál jó hamburgerek, sékek, minden ebédek, nagyon klassz. Elindult a nyál elválasztásom. Hát figyelj, nem bánod meg, tényleg nagyon jó kis helyről van szó. Tényleg brutál jó helyről van szó. Hallgass meg, hogy hol van ez a hely, elküldjük az utalványt, és ha átvetted, akkor menj el mindenképp valakivel, jó? Oké, mindenféleképpen el fogok menni. Köszönöm szépen még egyszer. Köszi, hogy minket hallgatsz. Jó munkát neked, hello Ati. Köszönöm, szép napot, sziasztok. Ciao, Csabikám. Remek zenéid lesznek ma is? James Arthurt ajánlom nektek. Ő jó. Kiváló énekes, ugye az Angol X Factor 9. szériáját ő nyerte meg, és az első lemezéről, aminek James Arthur a címe, van egy új dal. Könnyen beazonosítható. Igen, You're Nobody Till Somebody Loves You. Egyszerűen az ember, ahogy énekel. Zseni. Meg jó nótákat énak neki. Hát, és azt hiszem, ő is tud azért dalokat szerezni, azért a lemezről ez kiderül. Úgyhogy hihetetlen, szerintem nagyon nagy jövő előtt áll a csávó. Hallgassátok szeretettel. Oké. Okay. Csabitól lehet alt kérni, ha van kedvetek, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. It's brand new. It's brand new.